Balázs legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és megint nem nagyon tudom, milyen nap van. Jó reggel, mindenkinek. Hát ez az egész hét nekem egy kóvályás, komolyan mondom, amikor az ember keddel indul, nem tudja valahogy összetenni, hogy milyen nap van. De az, amikor felteszed ezt a kérdést, akkor így bízol benne, hogy nem az lesz a válasz, hogy kedd. Ked, vagy lesz? Az, hogy hétfő. Az, hogy csípa, vagy még a tegnapi csiganyoma. Csípa. Bármi lehet. Hát de most mit van? Csípa. De hogy mondod? Az, mint ha komolyan mondod, de most én kérem azt, hogy ne legyél ennyire tatás. Tegnap ilyen nincsen, ilyeneket az apukák, de utána ezt az apukák. De hogy mondod más? Nem tudod máshogy mondani. A szemed sarkába megül. A csípa törölt ki a szemedből. Mit mondasz? Ott ült a szemes sarkába kicsit az álmosság. Te a az nem nézhet ki rosszul. A csipa, a csipás szemedet. Na, lehelj rá! Nézd már ki, azt a csipás szemedet. Most mi csinálunk róla egy fotót, kirekünk a Facebookra, azt ott lesz csipásan. Figyelj, simán lehet a csiga, bár fürödtem tegnap, de nem volt különösebb arcvonás arcadíjra. Tehát egy bal oldalon látsz valami dzsuvát, simán elképzelhető, rajtam maradt. Ugye? Tehát, hogy a gyerekkel fürödtem tegnap, de elképzelhető, hogy el is felejtettem ezt a csigás történetet, és nem volt se arcadíj, se szappan, csak úgy beálltam az oldalán. Tehát egy baloldalt van valami csík, az szóljál, inkább szóljál, én azért nem maradszom, tudod, ez mikor fikásorra beszélsz 10 emberrel, majd bemész a budiba és megnézed, és ott jössz rá, hogy fikás. Inkább olyan másfél millió ember, hogy csípás a szemed, mint sem aztán kimenjél az utcán és lássna a ketten. Gyerekek, vagyunk így, de törölgetem, de nem látok olyan semmit. Kicsit, mint a szégyesem. Még azon is gondolkodtam, megnyalom az ujjamat. Na ez lett volna a következő, hogy odamész, és na, majd elintézzem. Rendben leszlek, én már szép vagy. Hát most ennyi van köztünk, nem, hogy így szólsz a másiknak. Köztünk soha ne legyen egy, ne gyere ide. Hogy csipás a szemed. És tudod, így megnyúlik a bőr az arcodon, ahogy a hüvelykújjával. Oda száradt a reggeli joghurtod a szád belé. Gyere csak ide. Mi ez itt a szátszíri? Mi ez itt a szátszíri? Na most eltűnt, jó? Nézd, elnézek, nincsen. Mutass, jó. Na mutass. Gyerekek, simán lehet bármilyen csiganyom, mert ugye pont itt volt a bal oldalomon, és Feri azt nézi, mondom, nem volt különösebb arcmosás. Tehát ez a póló. Elképzelhető, hogy elképzelhető, hogy ami. És micsoda, mi az, hogy tiszta. Na, gyerekek, valamit fölpont. Én nagyon várom ezt a 23 fokot, én tegnap megint úgy jöttem, hogy 23 fok, én nem volt egyelőre. Elment a nap, olyan hűvös volt, sétáltunk a gyerekkel, mindkettővel, meg a Vikivel, kicsit így kimentünk. És hát nem volt azért annyira meleg, szóval most már az érjen ide, ha már egész héten mondogatják, hogy 23 fok, mert tegnap nagy séta volt, de nem éreztem még mindig azt a átható meleget, legalábbis Pesten nem. Aztán lehet, hogy máshol, igen, Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, de tegnap még nem volt azért az a... Mikor süt a nap, nagyon jó, amikor elmegy, akkor meg nagyon ígérgetik, fázol. Nagyon ígérgetik, most tényleg be kell következnie. Majd hétvégére. Majd hétvégére? Mondják, tényleg? Igen. Tudjuk kirándulni. Nagyon bízom benne. Bár most nekünk, nem tudom, remélem, hogy nem egy rossz előjele, de hajnal 2 óta a gyerek nincsen túl jól. Na. Visszaköszönnek itt a mindenféle napközben, igen, ebédek, vacsorák, úgyhogy hát... Az kemény, van egy ilyen hányos hasmenéses vírus, remélem, és aztán az... végigmegy rajta, mert hajnal 2-től ott, hogy hívják, térvel a kübli felett. Nekünk is így indult, és ilyen tüdőgyulladásszerű bakteriális antibiotikumos fincsiség lett belőle, úgyhogy ezt nézzétek, mert vírusnak indult, csak mondta a gyerekből, hogy nagyon sok helyen átfordul, és ilyen csúnyább szövődő. Egyelőre láza nincsen, de hát kínlódik szegény. Ó, basszus. És akartok? Lázat, hogy nincs, tehát, hogy igény viszont. Ja, nem. Lázat nincs, de gondolkodunk rajta. Nincsen, de hát nem, ne legyen, gyorsan szaladjon át rajta. Holnapra már tudjon menni iskolába. Krúpacél szervezete van a gyereknek, tehát nem, neki ezt lábon kéne kiordani egy vadonról. De hogy ne legyen semmi baj, basszus, mert annyira bízunk benne, hogy jól fog sikerülni ez a hétvégem. Eddig a kutyával szívtunk, most akkor még a gyerek is. De ha vigasztal nekünk, a Beni otthon van egy hete, a Noel nagyon beteg volt. Nem, tehát, az a baj, hogy én az a gyerek vagyok, akit soha nem vigasztalt, azt így a másodszak. Csak mondom, hogy Istennek náluk is dögrovásom van mindenki. Igen, csak mondom, olyan szívásban vagyunk mi is egy hete. Nektek is jobbulást, minél előbb gyógyuljon meg mind a két gyerek, meg nekünk se legyen semmi bajunk, és élvezzük ezt a jó kis hetet. Milyen fura, hogy már mész ki az influenzából, nem, a vége van, és ott jön még valamilyen ilyen mutálódott vírus, ami
még úgy teker egyet egy csomón, és mondta Doki, hogy ja, igen, nekünk is, hogy valahogy még így a vége felé nagyon sokan becsúsztak, és nagyon sokan tüdőgyulladásba mennek át. A bennek is egy hányós hasmenéses, ilyen sima köhögős vírussal indult. Mi mondta Doki, hogy ez vírus, ne izguljunk. Na, 3 napú egyszer csak ráment a tüdejére. Tehát, hogy így szörnyű. Ne izguljon napuka semmi. Ne izguljon napuka, mondtam, hogy drága gyerek Dokink, aki egyébként nagyon jó fej, és aztán teljesen átformálódott. Mindenkinek a legjobb. Tényleg. Mindenkinek jön egy jó kis kellemes hétvégünk, mindenkinek gyógyuljon meg a gyerek, gyógyuljon meg abu, mindenki gyógyuljon meg. Mindenki, ebben a jó időben mindenki gyógyuljon meg. Na gyerekek, mit hoztam? Hol voltam tegnap? Mert behoztam nektek megmutatni, azért mégiscsak elbüszkélkedem vele. Te, Jani, hallom, hogy tegnap. Gundi még mindig vitatkozik a ruhatárosról, hogy ő pedig leadta. igenis, és ott Hát gratulálok. Kicsit oda mentünk, rendeztük a sorokat. Nagyon színvonalas díjátadó gálán voltam tegnap, ez a televíziós újságírók díja. Ez egy 3 éve létező díj. Megfoghatatlan, mi az, hogy televíziós újságíró? Az újságíró az ugye lehet elektronikus, lehet. Igen. Ez az, akik a tévérovatot írják az Indexen, az Origón, a TVR7-ben, a Hír 24-en, tehát azokat, akik különböző cikkeket írnak a tévéműsorokról, és ott vannak mindenféle ilyen szakmai díj, tehát azok, akik az újságot írják a tévés rovatokban, illetve hát különböző internetes portálokon tévés rovat alatt dolgoznak tulajdonképpen. Kritikusok, igen, kommentelők, újságírók, igen. Akiket évközben mindig meg akarsz verni, de aztán azt a kidobát nézik egy ilyen díjjal. Ők csak barátaid. Ők csak szólnak, amikor azt írják, hogy milyen szar voltál tévében. Azért bánt, mert szeret. Igen, és 3 éve van ez a televíziós díjátadó gála. Én nem mentem el soha, mert nem tudtam, de nem is volt baj, mert utólag mindig kiderült, hogy a Gundi nyert. És most se tudtam előre, hogy ki nyert, de most egy kicsit jobb volt kimozdulni, mert nem nagyon tudtunk sehova elmenni az utóbbi pár napban, és néhány RTL-essel elmentünk, és hát mondanom sem kell, hogy ami jöttünk, láttunk, és amit kellett, azt begyűjtöttük. Ja, egyébként szépen meg volt csinálva, a Vigadóban nagy kerekasztalok, 8 személyes nagy asztalokkal, szép abrosszal, vevőeszközökkel, nem szelebekkel. Az jó, hogy nem kézzel kellett. Igen, Később feküdtem, még ugye ebben ébredezem. Nem sercnivel kellett merni a leves. Csak a szakma. Ebben ki akar a látványban. M1, TV2, Viaszat, RTL, nagyon sokan, de nem az a fajta sztorigálás, felvonulós, berkis, kiszeles, hanem tényleg csak azok, akik a szakmában, vagy a képernyőn, vagy a háttér. Háttériparban dolgoznak, és nagyon-nagyon színvonalas volt, független attól, hogy ki nyert, ki nem nyert. Ott volt az összes jelölt, amit én nem tudom, hogy tudtak elérni. Nem tudom, mert igen, ez nem jellemző. Azért már megy a tapogatózás előtt, hogy menjek én oda, biztos? Ha elmondod, hogy nyertem, elmegyek. Ezt sütöttem el minden évben egyébként, és sosem mondták el. És valahogy mindig időt a Gundi. Majdnem az összes jelölt ott volt, Hajos volt a műsorvezető, Hajos András, rettenetesen keményen osztott mindenkit. Mindenki. Csak azt olvastam, tegnap éjszaka még így ránéztem az izérem, mondom. Nagy röhögött mindenkinek. Aranyod, de akkor aranyos. Persze, normális volt. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. De többen mentek meg, hogy mondhass később, hogy belekeveredtél a verekedésbe, aminek az áldozata Gundi volt. És sikerült elvinni a díjat. Nyert a Scherer Péter, akinek nagyon drukkoltam, a legjobb színész a vállótársakban, olyan cuki szövege beszédet mondott, és annyira aranyos volt. Az Ónodi Eszter beesett pont a végére, ő is nyert. A zenekari árokban. Nem. Ő is nagyon tündéri volt, nagyon kedvelem, ő is nyert, és pont amikor álltunk a színpadon, egy közös fotózás, aki rohant át ott az asztalok mellett, és mindenki nagyon örült neki. A Scherer nagyon cuki volt, szóval hogy egy jó díj, és 3 év alatt egy egészen szép kis díjjal lőtte ki magát. Az ember azért úgy hozzá van szokva, hogy hát tudod, azért úgy nem olyan, az összes díját adó, kicsit olyan toporgós, szorongós, olyan kulisszák mögött, hogy jaj. Kicsit ciki, és azért ez úgy, olyat is. Igen, és ez úgy megcsinálták, hogy az ember csak nézett. És 1-2 év állítólag azért ez még nem így volt. Úgyhogy elhoztuk. Elhoztuk, amit el kell legyenek. És sikerült titokban tartaniuk a győzteseknek a nevét. Tehát nem az volt, hogy már oda Én még tegnap is elég masszívan zsaroltam arra a szervezőket, hogy el tudok menni, és van úgy az este, hogy beteg lesz a gyerek, és nem tudok elmenni. De ez a ti döntés. Istennek nem akarták elmondani. Én azért mentem, mert nagyon sok RTL-es jött, és én annyira nem voltam mostában sehol, hogy jó volt egy kicsit a színházon, hogy jó volt egy kicsit kimozdulni. És úgy elmentünk. De tényleg menjek el, vagy? Igen, de még egyszer kérdezem.
Na, azért le van töltve egy pár House of Cards sor részt, tehát nem maradnék ott, de ha el kell, ha tényleg értitek. Hát meg a fenyegetés, hogy mi van, ha elvész, és mégse te nyertél. Hát igen, már ebben ugye? Volt részünk. Igen. Szegény Jakub Cseh Gabi, én nagyon-nagyon drukkoltam neki, ott ültek mellettünk az asztalnál, és őre jelölve volt két kategóriában is, a legjobb talk show, meg a legjobb női műsorvezető, és nem kapott, és én mondtam utána neki, meg a színpadon is, hogy nem a Nóri meg a Claudia ellen, de én nagyon-nagyon drukkoltam neki. Én azt hiszem, hogy ő ezt most megérdemelte volna a tények ismeretében, hogy azért ő ezt bele mit csináltak, de sajnos nem nyert, úgyhogy dumáltunk utána, az, hogy ő, szóval én drukkoltam neki. Hogy a Nóri még kaphat, igen, érted? Igen. A Jakub meg lehúzott, nem tudom, 20x évet már a szakmában. Neki ez most nagyon igen, járt és most nagyon, olyan jó. Hát kaphat még. Jó. Kaphat még ő is, tehát nincs neki vége, nyilván igen. Nem azt mondjuk most, hogy akkor soha többet nem leszel már képernyőn, Gabi, itt jó lett volna utoljára. Még lesz neki igen, csak most ráadásul meg ami történt, az pont olyan jó fej lett volna. De lehet, hogy igen. A jövőre tartogatják, mert tudják, hogy lesz valami új műsor. Lehet, nem tudom, sajnáltam. A műsor is kapott egyéb, ugye? A műsorod is kapott a igen, szombat a szombat este is kapott, igen. Igen. Duplan. Gubás Gabi, gyönyörű gyerekek. Istenem. Konstans. Már mellettem, Nónod Eszter is nagyon cuki volt. Tessék, elvitték Gubás Gabi? Várja már mind a kéted egyik, a Nónodé az egyik oldalon, a Gubás a másik. Nem, a Gubás Gabi mert a Vikit külön ültetted, vagy? Nem, Viki szegény nem tudja, hogy gyerekezett. Nem, a Gubás Gabi a Scherer Péter erül, csak a nálunk, a mellünk lévő asztalnál, mert 8-os asztalok voltak, nálunk 13-an ültek. 13-an ültek a mi asztalunknál, mi egészen korán oda mentünk. De az Onod Eszter is. Őzik eszem. Igen, én azt... Én, igen. Hát figyelj, igen. Aranyosak nekem volt. A Scherer jön be nagyon. Ő cuki volt, Scherer Péter is annyira aranyos volt. Tudod, hallod, színészek bonyolgatnak is helyet. Tudod, a színészek a legnagyobb alázattal vesznek át egy ilyen díjat, és helyesek, és cukik, és úgy nem szólnak be, és úgy megköszönik, és nagyon-nagyon-nagyon cuki volt a Scherer, és meg szerintem jó is abban, amiért megkapta. De figyelj, ez az egész sorozat nagyon jó, abban nem lesz? Folytatódik. Én ezt imádtam, én tudjátok, hogy gyűlölöm az összes sorozatot, én se az ilyen letöltőseket se. Tudom. Én azt úgy imádtam, én ezt úgy néztem a Stollal is olyan zseni volt, meg az egész sztori olyan jó volt. Igen. Most az HBO-nak van két nagyon jó sorozat, amik szintén nagyon sok díjat nyertek, én nem láttam, de hát baromi jó. Igen. Be kéne köttes. Tessék, nekem sincs HBO, mert azért az 1500 forint, az 1500 forint. Hát figyelj, nem pazaroljuk, hát tudod, hány forint az? Hát ember. Pont nagyjából körülbelül mondani, hogy mit mondja. Csak annyira nem tévézik az ember, nekem sincs időm így adott fix időben megnézni, mert lehet, hogy letöltöm, hát szegény HBO ezt hallja. De nem tudok így a tévében leülni, mert fixen mondjuk este 8-kor keddenként van egy sorozat, ez lehetetlen. Felveszed és valamikor megnézed. De vannak nagyon jó sorozataik, hazai gyártás sorozataim, szintén nagyon jó a Terápia, állítólag az nagyon jó volt, meg talán az Arany Élet az volt a másik. Már fel, tehát nagyon jó az is. Tényleg magyar sorozatok is egyre inkább már, igen. Már most már azért elmúlt ez a érdemékelismerése mellett, tehát hogy a Family, a Kelfti, meg Szomszédok azért. Jó picit, volt! Igen, ezen poénkodott a hajós, hogy ma már azért olyan nevet adni valakinek, hogy Magenheim az. Az nem annyira, lehet, hogy nem annyira szerencsés. Nem annyira, bár nyilván van ilyen nevű állampolgár is az országban, de egyébként nem annyira természetes. Igen, senki nem forsott a fejre, abban rosszal kérdezi. Csak terve volt éve, nem? Tehát, hogyha nem nyersz, akkor... Hát akkor nem volt, igen, persze. Elnézést, egy pillanatra megszakítanám a diátodagát. Ez a véleményem erről, mint aminek Ferinek a dohányzásról. Nézzék csak meg ezt a szép fejére. Hajóskám, elefordítanát azt a reflektort, egy pillanatot, na ezt nektek. Fura lett volna. Mindenki disztingváltott, mindenki kultúrált volt. Nagyon nem volt. Nem volt senki, nem egyetlen Parti Animál se keveredett oda. Nem, ez nem volt zenekar, ez nem olyan volt tényleg, mint itt tényleg egy Sztori Gála, ahol Medvecki Ilona, mint a hajnali fél egykor eldől balra, és magával rontja a svéd asztalt, és így kapaszkodik az abrozba, és valahol kiszeltünk, de balra jobbra támasztókodva Berki Krisztiának. Semmi. Tehát nagyon nem ilyen volt. Tehát, hogy egy normál kis svéd asztal, a végén egy kaja, és mindenki ment haza. Tehát semmi ilyen. Nem, hogy Buci se jelent meg egy frissen zsigerek vaddisznóval, vagy... De megérkezett Buci kétszer a levegőben, és ivott egy fröccsöt. Igen, és leült Scherer Péter mellé. Nem volt. Semmi. Volt. Hát a színészeknek nehéz, szerintem a legtöbbnek ilyenkor előadása van. Tehát az este 7-8, ez mindenki játszik. Nem is tudom, hogy a Gubás, az Onodi, meg a Scherer, hogy tudta megoldani, mert mindenki. Mert csak a második felvonásban voltak. Az is lehet, hogy kértek. Kértek egy kis szünetet, igen. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket. M3-as Budapest felé a 204-esnél radaroznak. Napos Levi küldte nekünk. És azt nézem, hogy van-e még valami.
Lesz ma az M7-esen... Mi lesz? Ja, amelyikben a meleg hangú kaja tervező csávó hergeli a disznózabálókat. M7-es övezet vagy mi? De ez nem M7-es övezet. Meleg hangú kaja tervező. Aha, Gabi lesz-e? Ez a kérdés. Azt hittem úgy tévécsatornító M7-es. M7-es övezet, de ez nem M7-es övezet. Milyennek a neve? M7-es övezet. Aha, na. M7-es övezet. M7-es övezet vagy mi? A meleg hangú kaja lesz, tervező. Egyébként igen. Lesz. Meleg hangú kaja tervező csávó. Nagyon jó. Ezt még nem. Hergeli a disznó zabálókat. Na hát ezt még nem hallottam. M7-es övezet vagy. Ebben a formában. Igen. És Anett is milyen jó. Igen. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Hát ha akarod. Tegnap, megmutatjuk, persze. Volt egy játékunk olyosunk hétfőn Anita, és ő elmondta, hogy neki hatalmas nagy csigái vannak, majd megkértük, hogy valamikor hozza be ezeket a csigákat. Hát ő nem viccel, tegnap 9 óra után megérkezett ezekkel a csigákkal. Mik voltak ezek? Afrikai óriás csigák? Vagy mik voltak? Igen. 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 Amit ugye emberek azért használnak, hogy az arcukra tegyék, és az a csigából kijött váladékkal szépüljenek. Ez az úgynevezett csiganyál. Igen. Behozta a csigákat, és megnéztük, hogy valójában folyik valami. A csigákból. Ezt láttuk ugye Anita kezén is, majd feltettük az arcunkra, és megnéztük, hogy szépülünk. Ennek a maradványait lehet, hogy Feri még ma reggel kapart el az arcomról. Ugye fura, én emigráns csigákról van szó, mert hogy afrikai bengáli csiga. Tehát, hogy a kettő, én nem tudom, hogy mi van, hogy honnan indultak eredetileg, Bengálból indultak Afrika, vagy Afrikában Bengál, hosszú bengáli csig. Igen. Na, szóval Anita behozta nekünk, mi pedig teszteltük, ha már vannak ekkora csigáink, vagy voltak. Úgyhogy megmutatjuk ezt, és közben mondom, hogy lehet jelentkezni játékra is. Mennyi az állás? 2-0-ra vezetünk. 2-0-ra vezetünk. Ez az igazság pillanata. Ennyi. Ez igazság pillanata, így van. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi mutatjuk az ismétlést, aztán jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Jön a jó idő, ma már tényleg állítólag szikrázó napsütés, 20 fok, és minden az, ami még tegnap nem ért ide, ma már tényleg itt lesz. Úgyhogy most még csípős az időjárás, öltözzetek fel jól, aki most indul, 6-7-8 fokot mérnek országszerte. Csípősebb a reggel, talán nem annyira, de hát azt nézem, mondom, 20 fok ma, és 23 fok holnap. Az egész egyszerűen elképesztő, és marad is a jó idő, ez szerintem az egyik legszerethetőbb időszaka az országnak is, az időjárásnak, amikor nem a gacsarohasztó meleg, de nem is a hideg, hanem ez a nagyon kellemes 20-22-23 fok, amiből viszonylag kevés van itthon, nem? Mert aztán hamar megérkezik az április, amikor még hűvös van, aztán meg 30 a júniussal, de ez a 23-24-25, amikor jól esik hosszú ideig a napon lenni, ez ebből hónapokat bírna az ember. Ez a legjobb. Na a legjobb. Én már holnap nem is veszek égre alsó. Jó, végre, de mutasd meg, hogy milyen. Nélkül. Köszönöm. Igen, a test. Az emberiség nevében köszönöm, hogy legalább egy napra leteszed a égre alsót. Na, megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Árpi, ciao. Honnan hívtál minket? Pécsről. Milyen jól éreztük ott magunkat, Pécset legutóbb, ugye? Mert ez egy jó kis város, igen. Az, hú, nagyon. Én sétáltam egyedül a belvárosban, szépen megcsinálták, térkövek voltak mindenhol, isteni thai-masszázs szalon van ott a belvárosban. Nagyon. Így van, fontkor én is kipróbáltam valóban. Nagyon, az egész Pécs annyira jó. Minden van. Helyesek a csajok, jók az étterek. Csajok is, minden, így van, itt minden megtalálható. Igen, klasszik, ilyen igaz, ilyen délies kis városocska, de nagyon. Mi nagyon szeretjük, voltunk ott, hát ott volt, ugye, amit a Erzsi nénink, vagy ki volt, akivel mi ott találkoztunk, hogy hívták? Erzsók. Igen, hát emlékeztek. Jó, de jó. A nagy dumás, az őrült nagy dumás, hát nagyon. Nagyon szeretjük őt. Árpi, mivel foglalkozol? Ételkiszállító vagyok, és egyben területi képviselő. Hát akkor már talpon, nagyban, nem? Hát már fél öt óta, igen. Területi képviselő és ételkiszállító? Hát igen, nekünk kell a kuncsaktokat is szerezni, ugye, akik rendelik az ételt, és még szállítjuk ki, akik a marketing is egyben. Bekopogsz egyesével a házakhoz, hogy nem akar innen tőlünk rendelni? Ne, hát igazából vannak különböző étlapjaink is, azokat szórjuk különböző helyeken, és
adottról lehet rendelni. Nem egy ételhordóval mész, hogy ilyen tök füzeléket megsebelezni. Nem, csak a papa kedvéért. Aranyom, ezt mondja a szó. Csak egy csomagolás van, így van. Oké, na és akkor kivel játszanál, Árpi? Én Ferivel szeretnék játszani. Ferivel, nagyon helyes. Nagyon helyes, esetek is egymásnak, jó? Indítjuk az órát, aztán... Legyél ügyes, Árpi, minden játékosnak ezt kívánjuk neked is. Köszönöm szépen. Ciao. Na, akkor minden jót. Szép napot. Egy kompromisszumos kávét Bainak ebből a kávét szerintem duplát. Nem kérek, mert biztos sajnálta a cukrot belőle. Igen, nem magamnak mondtam, Árpi, magamnak, hogy adjatok egyet, mert ha elköszönök a játékostól, még a játék előtt, akkor ott még valami nincs, mert nem volt 100%-os a felébredés. A kutyafáj. Hát egy jó erős duplát letolok. Jól van, Jani. 3-2-1. Feljött. A kapros tökfőzelék fasírtal a kedvenc kajája a népnek. Úristen, ez bonyolult kérdés, de én inkább azt akartam kérdezni tehát, hogy indult a reggelet. Jól, köszönöm jó, szépen. Jó. Tied is? Nagyon, igen. Köszönjük. Feri! Ott van! Meg is vagyunk. Árpi! Meg is vagyunk. Olyan kérdésekkel készülteneket szerint biztos, hogy beúsztalak volna a csúdát. Az biztos, hogy nem jutottunk el odáig, tudod? Sajnos. Ez a baj, mert elhebrencskedted. Komolyan, még eljutottunk volna a kérdésekig. Bizony, hát nem is nagyon tudtunk meg egymásról, vagy tudtatok meg egymásról többet, mert Feri első kérdése bevitte a szúrást valahol a kettes és a hármas csigója közé. Így. Azonnal, és Árpi eldőlt. Árpi eldőlt. Rövid volt, Árpi. Igen, talán majd egyszer. Egyszer. Reménykedjünk benne. Reménykedjünk benne. Köszönjétek. Azért ne keseredjél, itt voltál, beszéltünk. Így igaz, van, figyelj, beszélnöm, ez a lényeg. Így van, ennyi. Veletek. Nézzük a jó oldalát. Szép napod akkor továbbra is nektek. Neked is. Szia, Árpi. Szia, Árpi. Köszi, csáó. 3-0. Ennyi, gyerekek, hát ennyi. Be van húzva. Megyünk, nem ismerünk se tréfát, se kegyelmet, se irgalmat, se könyörületet, semmit, nem? Semmit. Nem, ez nem egy... Még higgyétek el ennyi után se, ez csak felületesen tűnik szórakozásnak és mókának látszagásnak. Belül nekünk minden meccs. Minden meccs kicsit az életünket jelzi. Ez harc. Igen. Na, hát... hát majd holnap. Hát, ha akar még egy. Lehet, lesz még rá esély, meg ott a jövő hét is. Jövő hét teljes hét? Igen. Jövő teljes hét. Úgyhogy nem baj, jó lesz az is. Ha akartok még egy mohácsot, egy muhit. Gyerekek, lehet jönni, ha kívánjátok a verést. Abszolút, persze. Hát nincs ezzel van. Nem haragszolunk. Játék. Mindig el vagytok egy kicsit popsizva, akkor még itt írhatok üzeneteket. Csak számítani kell rá, hogy dádá van. Ez kell, kell. Tehát ez egy társas játék tényleg. Abszolút. Nem árnyék boxolni akarunk, hanem tényleg. Valaki legyen már a ringbe rajtunk kívül. Ez sok első menetes káóhoz. Nem értem, hogy betekeritek a kezeteket, felveszték a kesztyűt, de nem ér csak úgy bemozogni, meg árnyék boxolni. Tessék egy-két komolyabb csapást is bevinni. Így van, mert ezért átöltözni se érdemes. Ennyi, sparingolni nem megyünk le, nem? Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, kis tartja M0-ás körbe jól járható, nagyon erős a kamionforgalom. Szélvédős Feri, köszi. M3-as Budapest felé 40-es kilométer magasságban hatalmas lyuktátunk az úton, tuti a tengelytörés, valamint trafikban Hajdú Szoboszló szó és Ebes között a szokásos helyen. Na, mi pedig egy komolyabb témával folytatjuk, de muszáj róla beszélni, mert bárkit bármikor, bármelyik pillanatban érinthet. Egyre másra szaporodnak azok a cikkek, amik arról szólnak, hogy tényleg kis túlzással, és talán azt gondoljuk, hogy nem is akkora túlzás, belehalhatunk, ha valójában kórházba kerülünk. Nagyon-nagyon sok cikk, nagyon-nagyon sok íromány jelent meg erről az elmúlt hónapokban. Állítólagosan ugye a rossz körülmények és a forrási hiány oda vezet, hogy ma már tényleg többen halnak vagy halhatnak meg kórházi fertőzésekben, mint autóbalesetekben. Mit jelent ez? Bekerülsz egy teljesen átlagos rutin műtétre, csak a forrás hiány, a higiénia hiánya miatt, a fertőtlenítőszerek hiánya miatt, a kéztörlők hiánya miatt, a fertőtlenítőszerek miatt, amik nincsenek, ugye egész egyszerűen komoly esélyed van arra, hogy ha összeszedsz valami fertőzést a kórházon belül, akkor nem jössz ki élve. És hát ezen cikkekben egyre másra szólalnak meg olyan emberek, akik résztvevői voltak egy-egy ilyen halálesetnek, amikor is egy teljesen hétköznapi tényleg sérüléssel, bajjal került be rokonuk, ismerősük a kórházba, kapott el egy kórházi fertőzést, és nem tudott kijönni. Fiatal emberekről van szó, fiatal nőkről van szó, idősebbekről is, akiknek minden esélyük meg lett volna arra, hogy meggyógyuljanak, és nem abba haltak bele, ami miatt be kellett menni, hanem egy teljesen banálisnak mondható fertőzésbe, amit le kellene küzdeni. Mint egy rossz vicc, csak hogy ez a szörnyű valóság, tényleg ezek rákérdezve, hogy mi van vele a kórházban, mivel eltörtök, és hogy van, meghalt. Így van. Úgyhogy erről beszélgetünk majd, és felhívjuk Lénárd Ritát, aki belgyógyász, és hát mesél nekünk arról, hogy valójában milyen állapotok vannak a kórházban, illetve várunk hallgatói tapasztalatokat, hogy aki mostanában bent volt, ne adj Isten, rokonával, hozzátartozójával, mit tapasztalt, írjátok meg nekünk, ezzel foglalkozunk. Majd Ákos híreit.
Péter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Te mit csináltál? Mi volt ez? A kényszeressége újabb. Kicsit lefújtam az ablakot egy kis monitor tisztítóval. Jézus, mert csak mondjuk el hallgatóinak, hogy ülünk, mindenki cikkeket olvas, SMS-eket jelöl, megy a zene, hallgatjuk ezt a jó kis Linkin Parkot, és csak hogy ne szakítsak a hagyományokkal. És János egyszer csak megjelenik, ráfúj valamit a velünk szembe, a stúdióval szembe lévő ablakon, hármat, négyet, és ilyen pacák maradnak az ablakon most is egyébként. Majd mint aki jól végezte a dolgát, ide jön, felveszi a fülest, és ül boldogan. Te mit csinálsz? Hát egyrészt igazadom a megszólaláshoz, tehát nem tudtam már sajnos letörölni az ablakot, de nem találtam se ecetet, se konkrét ablaktisztítót, úgyhogy gondoltam, hogy egy kis monitor tisztítóval megjavítom egy kicsit az ablakot. De ez az ablak kívülről koszos. Mit? Hát... Igen? Ne legyenek illúzióim. Na, akkor azt mondom, hogy inkább kívülről koszos. Tehát, hogy persze belülről, de az, amit te szerettél volna eltüntetni, azért az kívülről jön. Én rá. Kívülről és belülről is szoktam egyébként takarítani az ablakfelületeket, és marhára zavar az, hogy kint egyébként gyönyörű szép idő van, fantasztikusan süt a nap, és ebből mi is kaphatnánk egy keveset, de gyakorlatilag senki nem takarítja ezt az ablakot. Nyisd ki az ablakot, és akkor kilátsz. Tehát tényleg a marha drága monitor takarítót spricceled rá az ablakra. Ennyi? Tiéd? Milyen? Mi vettük? Nem. Illetve igen, más tudjuk nincs. Ki. Más nincs. De tényleg egy picit letakarítom. Gondoltam, hogy kapjunk már egy picit abból a jóságból, ami kín van. De akkor ne az ablakot tisztítsd el, hanem bontasd el a grupamát, mert hogy amiatt nem jön be fény. Tehát, hogy lesz a következő. Az a baj, előttünk van a grupama, és amiatt nem látunk semmit, annyira leárnyékol bennünket, hogy emiatt van sötét itt a stúdióban. Azt tervezem, hogy egy még arra csináltatok így utólag alá, és egy gombnyomásra le lehet majd küldeni a pinyóba. Na, az arénát. Ú, de hát nem menő lenne. Nem kell, akkor csak... De addig is beírom a zavot, hogy ezek a hosszú távú terveim. De szép egyébként, nem? Hát egyelőre nem. Majd megoldjuk. Mert végre nem volt semmilyen szagasz tisztítóban, vagy a stúdióban, végre elmúlt az öblítő illat, nem ott kokolinó illat, erre jössz egy ilyen, nem tudom mivel, mondj, megint itt fogunk úszni majd ilyen, nem tudom, ilyen öblítőszag, vagy fertőtlenítőszag, vagy nem tudom milyen szagban. Pedig olyan jó volt, végre elmúlt. Végre elmúlt. Na, nézzük gyorsan, mit jönnek hallgatói, mi helyzet az utakon. Azt mondja, hogy M35-ös a 7-es kilométerénél lehajtójánál, 7-es kilométer lehajtójánál Budapest felé trafiznak. Ezt Tibi küldte nekünk, illetve Goszti elküldte, egy Pál Dénes a legjobb a zenére utalva. Igen, abszolút. Így van. Abszolút jó, igen. Ráckevén a Hév átjárónál, a Silingi út, Hév átjárónál hattyú totyog az úton. No. Ezt Kriszte küldte nekünk. Kicsit eltévedt. Igen. Balázs, annak a gépe zuhant le, aki szivárogtatott az UFO-król. Különös véletlen. Ezt most én nem tudom nagyon kommentálni, nem hallgattam Ákos híreit, hogy kinek a gépe zuhant le. A kanadai védelmi miniszter szerintem volt. Nem volt. Mert mintha környezetvédelmi lenne ez a miniszter. Igen? Nem, a védelmi miniszter volt az, aki szivárogtatott egy a volt védelmi miniszter. Igen. Van. Azóta. Elektrosokkolják a fejét. Igen, már őt védik a saját magától. Igen, fehér köpenyes ápolók. Azóta rendszeresen tudja vakarni a hátát, mert egyébként hátra van kötve neki. M3-as 106-os kilométer radar Nyíregyháza felé, üdv kamionos Petya. Aztán Cseferről kifelé a Gubacsi hídnál a gyalog átkelőn elütöttek egy gyalogost, óriási a dugó, rendőrmentő még sehol, ez Szasza küldte nekünk. Emiatt áll a forgalom, ezt többen elküldtétek, úgyhogy próbáljátok kerülni. Mezőberény belterületén mérnek, ezt Böbe írta nekünk, és azt nézem, hogy M3-as Budapest felé a 40-es kilométernél hatalmas lyuk az úton, tuti tengelytörés, ott is vigyázzatok, és menjetek óvatosan. Na, belevágunk a témába, hát igen, nem van vidám. Nem könnyű, de hát azért rólunk lehet tudni, hogy néha foglalkozunk komolyabb témákkal, és muszáj erről beszélni, mert minél többen beszélnek erről, minél több fórumon beszélnek erről, annál előbb várható, hogy talán lesz egy kis változás, és észbe kapnak néhányan, mert egy elképesztő cikkeket olvasni arról, hogy milyen állapotokban vannak a hazai kórházak. És hát ugye egyre másra jelennek meg azon cikkek, amik arról szólnak, hogy hát abszolút a bekerülő betegek nagy részének lenne, vagy lett volna esélye arra, hogy túléljenek egy-egy kórházi kezelést, de teljesen értelmetlen volt a haláluk, mert hogy valamilyen kórházi fertőzés vitte el őket. És egyre többen emelik föl a hangjukat, és mondják el, hogy a rossz körülmények, a forráshiány odáig vezet, hogy nem tudják azt megakadályozni, hogy ne halljanak meg
már többen kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. És volt egy felhívás, amikor is ugye a társaság a szabad jogokért munkatársa arra kérte a kórházban, hát hogy is mondjam, a kórházi kezelésen átesett embereket, hogy írják meg a tapasztalataikat, és hát egyre másra özöllenek. Özöllenek azok a levelek, hogy ki mit tapasztalt, ki mivel került be, és végül melyik hozzátartozója, hogyan, milyen fertőzésben, milyen bakteriális fertőzésben halt meg. És hát dermesztő, szóval ezt elolvasod, azt gondolod, hogy mindenkinek van oka félni, bárkivel előfordulhat, hogy kórházba kerül, és hát kéztöréses esetektől kezdve a lábtöréses esetig, igen, amikor is azt gondolod, hogy tényleg bemész, bent fekszel. Banális hétköznapi esetekről. Abszolút túlélhető banális hétköznapi esetekről derül ki később, ha egyáltalán kiderül, mert ugye ezt is baromi nehéz bizonyítani, és ugye az elhunyt hozzátartozóinak kell bizonyítani, hogy kórházi fertőzés miatt elvesztették a hozzátartozójukat, és a higiéniai állapotok miatt. Én azt gondoltam sokáig, hogy ez úgy néz ki, ezek a bakteriális fertőzések, hogy bemész például egy mitén nyílt törésed van, amit ugye össze kell sínezni, tehát megműtenek, és téged még ott a kórházban megtámad ez a baktérium, mondjuk, és azt ott tudják kezelni. És most megdöbbenve hallom, hogy a sztori az nem ilyen egyszerű ám, hanem az is előfordulhat, hogy a műtét közben te ezt megkapod, de gyógyultnak nyilvánítanak, távozol, és 3 hét múlva összeomlik a szervezeted. Bizonyám. Tehát nem vagy orvosok közelében akkor már, de azt magát a fertőzést, azt ott kaptad meg a kórházban. És akkor semmit nem tudsz csinálni, mert a kórházban még azt mondod, hogy nyilván az orvosok azért mindent megpróbálnak megtenni, elkerülni ezeket a dolgokat, de a szörnyű állapotokról nem ők tehetnek. Ne, nyilván nem, és nem is senki nem az orvosokat hibáztatja. Hát aki ma a magyar egészségügyben dolgozik, helytáll, és még itt van, és nem ment el külföldre, hát őket csak egy nagy taps illeti, és sok erőt kíván nekik az ember. Tényleg elképesztő állapotok. És nem, én azt se hibáztatom, aki azt mondja, hogy nem, ebben nem tudok részt venni, elmegyek, és 10-13 szorosáért csinálom valahol normális körülmények között. Szóval ez végképp nem tényleg arról szól, hogy az orvosokat vagy az ápolókat a hibáztassuk, egyszerűen a körülményekről van szó. Én nem egyszer jártam mostanában sajnos kórházban, tehát elképesztő az, hogy teljesen banális dolgok, mint hogy például bemész a mosdóba, és nincsen WC-papír. Amit képzeld el, hogy utána mit feltételez, ugye? Tehát ugye, hogy oldod meg, nincsen utána mosószer, nincsen szappal, nem tudsz rendesen kezet mosni, te utána kimész, hozzányúlsz egyéb dolgokhoz, meglátogatod a beteget, hatan fekszenek egy helyen, valakinek valamihez hozzányúlsz. Tehát a legalapvetőbb dolgok is hiányoznak. Aki mostanában járt kórházba, az látja, igen, hogy hát a síralomházakhoz hasonló nem, állapotok vannak. Elképesztő az a fajta nyomor és lepusztultság, ami egy budapesti kórházban fogad. Mondom, nem volt WC-papír, most hétvégén kellett valahol kórházban lennünk, és a Viki mesélte, hogy zsebkendőt kell vinni, ugye a betegeknek, WC-papír, mert nem, igen, tudja a kórház megoldani. Ha van tisztítószer vagy fertőtlenítő, amivel kezet tudsz mosni, isteni szerencséd van. De legjobb, ha viszel be, mert akkor biztos, hogy nem lesz baj. Csak képzeld el azt, akinek a higiénés kultúrája egyel alatta van ennek, és nem szokott kezet mosni. Vagy nem szokott használni, hát, érted? Igen, ha, de hogyha még a lehetőség sincsen meg arra, hogy kezet mossa, hát, nem, hogy egy fertőtlenítőszeres kézmosó nincsen, de hogy egy darab szappan sincsen. De ha neked valaki bekül a kórházba, te fogsz neki vinni WC-t, és fertőtlenítő. Valaki nem. Valaki nem visz. Van, aki meg egyáltalán nem, de nyilván ő az alapból arra számít, hogy ott lesz, de hát nyilván nem lesz. Igen. És ugye itt egyrészt az, hogy ugye egyrészt fontos az, hogy mi mivel fertőtlenítünk, de hát ugye felmerül az emberben, hogy a kórházi eszközök, a műtéthez használt dolgok, a betegbe berakott és onnan kivett egyéb eszközök, dolgok, amik a műtéthez kellenek, hogy azok hány kézen mennek át, vannak-e fertőtlenítve, van-e forrás arra, hogy ezeket fertőtlenítsék. Hát ha ilyen állapot van kint egy kórház WC-jében, mosdójában vagy kórtermében, akkor nem gondolnád, hogy a másik oldalon egyébként, ugye a műtőben minden azért annyira nagyon steril, ahol aztán tényleg emet kéne a földről, és minden baktérium és vírus és minden az utolsó pillanatig kiírva. Egészen elképesztő történetek, csak egyet-kettőt hadd soroljak föl, hogy milyen levelek érkeztek. Volt egy levélíró, aki elmondta, hogy az édesanyját vitte vastagbél daganatos műtétre, bélfertőzést kapott, és hát megvizsgálta az ANTS, de nem tárt fel szabálytalanságot. Egy másik beteg epehólyag műtétre feküdt be, és műhibák mellett szintén fertőzéssel távozott, sok hetes antibiotikum kúra más kórházba helyreállító kezelés, ő legalább túlélte. Itt jön a nagyon durva, és erről is muszáj beszélni, hogy valakinek a férjét, szintén levélíró,
és megdöbbentő tényleg. A férjemet egy olyan műtőben műtötték, írja a levélíró ebben a cikkben, aminek a használatát az ANTS határozott a nyomán, az intézmény vezetője 3 nappal korábban megtiltotta. És akkor az orvosi tím erről nem kapott papírt? Hát vagy nem, nem volt máshol. Nem tájékoztattak megfelelően a beavatkozásra, elvégezték rajta a műtétet, vérmérgezésben halt meg. Tehát kapott egy vérmérgezést, vagyis fertőzést kapott, mondjuk, és teljesen értelmetlen. És mindegyik halála az, de hát ez aztán, szóval amikor tényleg bevisznek egy olyan műtőbe, az ANTS határozóan kinyomta, hogy ezt a műtőt már ne használják, megtiltotta, ha már az ANTS megtiltja, gondolná, hogy ott milyen állapotok vannak. Vérmérgezést kapott. Írt egy asszony, aki szintén levelet küldött erre a felhívásra. Tehát egyszer megdöbbentő. Mondjuk szerintem itt érdemes azért külön választani a dolgokat, mert a műtőben uralkodó állapotok, meg mondjuk egy mosdóhelyiségben uralkodó állapotok, azok nem feltétlenül ugyanazokra vezethetők vissza, mert azért egy műtőben, tehát hogy a... Miért? Azért, mert a WC-ből sok esetben azért eltulajdonítják azért ott a... De ha nincs forráshiány, akkor a műtőben sincs forrás a fertőtlenítőszerekre. Igen, tehát, hogyha forrás hiány van, az ugyanúgy a műtőben is megjelenik. Tehát a műtőben való takarítás, az szerintem az az elsődleges dolog. Tehát, hogy ott olyan szerintem nincsen, hogy azért nem takarítunk, mert nincsen. De nem azt mondom, hogy nincs takarítás, azt mondom, hogy nincs mivel takarítani. Mert nincs forrása a kórháznak arra, hogy valóban olyan szereket adjon. Tehát én nem azt mondom, hogy lenyúlja ott ilyen a takarítónéni, esetben... hanem egyszerűen forráshiányból nem tudják azt a 100%-os takarítást elvégezni se kint, se a műtőben. Ilyen esetben az orvosnak, vagy mondjuk az osztályvezető főorvosnak nem kötelessége az, hogy jelezze, hogy ebben hát ilyen körülmények között ők nem tudják biztosítani azt, hogy a betegek. Hát, de érted? Érted, hogy azt mondom, igen, tehát, igazad, tökre okay, igazad megműtöm, van. De adott esetben egy másodlagos fertőzés akár fogja az életébe is kerülhet. Szerintem ezt tudják. Tudják a kórházvezetők, ezt tudják az orvosok, ezt mindenki tudja, ez egy nagy közös kollektív. Nem azt mondom, hogy hazugság, hanem egy túlélés. Tehát ez pontosan tudja, aki bemegy a műtőbe, pontosan tudja szerintem már a beteg, és pontosan tudja a kórházvezető, és mi csinálunk egy bizonyos forrásból dolgozunk. Hogy ne valami szerintem nagyjából itt tartunk. Tehát igen, műtünk és imádkozunk. Attól nem lesz több pénz, hogy te azt mondod, hogy ilyen körülmények között nem műtök. Akkor viszont az a beteg, aki műtétre vár, tuti, hogy meghal. Ha mondjuk olyan a betegsége. Így legalább megvan az esély, hogy megműtjük, azt hát, ha elkerüli a fertőzés. De inkább kockáztat adott esetben egy botrányt, vagy adott esetben egy pert, és mondjuk egy nagyon-nagyon komoly kártérítési összeget, amit mondjuk a kórháznak a rovására megállapítanak majd később. Mint hogy az azt mondta, hogy köszönöm szépen, feltartom a kezem, és azt mondja, hogy így nem dolgozom. Nincsenek nagyon-nagyon kártérítési perek. Tehát ugye tudjuk, hogy ezen ügyek végkimenetelénél, ami nagyon-nagyon durva, egyrészt nem igen tudsz válogatni a jogérvényesítés eszközeiben. Kettő, neked kell bizonyítanod, hogy ott kaptál, amit szintén bakteriális fertőzéseknél azért baromi nehéz bizonyítani. Tehát valahogy igazolnod kell neked, hogy a kórházi fertőzés ott történt, akkor történt, nem előtte volt, nem utána volt. És ahogy írja ez a cikk is, egyébként nagyon sokan nem is a kártérítés miatt perelnek, hanem egész egyszerűen csak szeretnének egy elnézés kérést kapni, és azt mondja, hogy valaki odálljon a kórházba, és azt mondja, hogy igen, elvesztette az édesapját, egy lábműtét volt, de vérmérgezésbe halt meg, a kórház hibázott, ne haragudjanak. És hát, ezt sem kapják meg. Perelhető, tudod? Ezt nyilván nem igen, fogod mondani. Nyilván. Na, mindjárt megkérdezünk valakit, aki orvos, és nálunk sokkal jobban ért a dologhoz, illetve hát nyilván naponta tapasztalja ezt a dolgot. Lénár Rita belgyógyász itt van, az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook csoport tagja. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt, doktornő! A legfontosabb talán, hogy amikor önök orvosok megkérdezik az ANTS-t, hogy például hozza nyilvánosságra a kórházi fertőzések számát, akkor mit mond az ANTS? Hát az 1001 orvos egy nyílt levelet írt, talán ezt az előzményt el kell hozzá mondani, hogy ezeket az adatokat a tiszta, biztonságos betegellátás érdekében nyilvánosságra hozzák. 2013-ban volt egy időszak, amikor ezek az adatok csak a legbelsőbb szakmai kör számára voltak hozzáférhetők, és többek között a mi fellépésünkre is végül is ez most már nyilvános, de olyan módon van közzétéve, hogy azon csak a legprofibb szakember tud eligazodni. Ha szabad elmondanom, itt alapvető dolgokat kellene tisztázni, hogy ez az egész világon probléma. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, nem arról van szó, hogy a magyar higiénés viszonyok miatt ez itt kialakult, hanem ez mindenütt probléma, mert az elmúlt évtizedekben az antibiotikum használat nem volt megfelelő.
azt kell tudni, hogy ezek a kórokozók normális esetben velünk együtt élők, bármilyen furcsán hangzik. Tehát mindegyik, amikről beszélünk, az bárkiben, aki egyébként egészséges, előfordul. Csak a szervezetnek a baktérium flórája és a szervezet egészsége ezeket leküzdi, nem betegítenek meg. Tehát ha valahol sétál, buszon, bárhol emberekkel találkozik, ugyanúgy megvan a többi emberen is. Az antibiotikum használattal viszont megokosodtak ezek a kórokozók, és már nem hat rájuk az antibiotikum. És természetes az, hogy egy legyengült szervezetben betegséget váltanak ki. Tehát egészen más módon kell egy ilyen beteg ember környezetének kinézni, és egész más fertőtlenítést kell alkalmazni. Ezért emeltük fel a szavunkat, mert nagyon sok az ismeret, hiányosok, nem az ismeret. Na de doktor, hát azért itt nagyon sok olyan levél jött különböző felhívásokra, hogy van, aki egy vakbélgyulladással, van, aki egy kéztöréssel feküdt be, és hogy különböző fertőzéseket szedtek össze, hogy olyan műtőben műtenek, amit az ANTS már lezárt egy határozatban, és nem szabadott volna. Hát ez ennyire egyértelmű, hogy ez más országban is jelen van? Itt nem lehet hibáztatni a kórházi állapotokat? De a kórházi állapotokat és a felvilágosítás hiányát mindenképpen hibáztatni kell, ezért emeltük fel a szavunkat. Tehát azt tudom mondani, hogy teljes mértékben megszüntetni nem lehet, de az előforduló esetek számát 50-70%-kal lehetne csökkenteni. És erre nincs megfelelő célkitűzés, stratégia, és annak már Magyarországon, mert kidolgozó stratégiák vannak. Angliában például gyakorlatilag 70%-kal visszaszorították, felismerve ezt a helyzetet, ezeknek az előfordulását. Konkrét esetekhez nem tudok hozzászólni, mert az egész esetet kellene ismerni, hát ez egy rendkívül érzékeny dolog, és nagyon nehéz ehhez így hozzátenni. De azt el tudom mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a családjában, az ismeretségi körében, a barátai közt volt és előfordult hasonló eset. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb felmérni a helyzetet, olyan nyilvántartást kell a betegek számára is elérhetővé tenni, amelyikből tudnak tájékozódni. Három alapköve van ennek, ez az első, ez a készhigiéné, tehát az, hogy a higiénés viszonyokon változtassunk. A második része az, hogy, és egy nagyon fontos probléma, hogy ezeket a betegeket izolálni kell. Tehát ez nem hangzott el a felvezetőben, de ha tudjuk, ha figyelünk rá, hogy van ilyen fertőzés valakinek, akkor őt egyágyas vizes helyisége, vizes blokkal ellátott kórterembe kell lefektetni. De ezek sokszor nincsenek, nem? Hát doktornő, ezeket miért nem mondja ki, hogy ezek sokszor hiányoznak, hogy orvosok nyilatkoznak, hogy a normális kézmosáshoz sincsenek meg a feltételek, hogy 4-6 ágy a szobákban vannak, ami nincsen csap, hogy nincs meleg víz, hogy az orvos nem tud kezet mosni, hogy nincs törölköző, nincs szappan. Hát most itt lenne egy lehetőség, hogy a doktornő ezeket elmondja. És azt mondja, hogy akkor a betegek mossanak kezet. Ezt a betegek nagy része azért tudja, de mi most nem teljesen erről beszélünk, hanem azon kórházi állapotokról, amit az ember tapasztal, ha oda megy. És hogy nincs mivel kezet mosni. Ez nem a betegek kulturáltságán múlik, meg olvasottságán, meg higiéniáján, hanem azon, hogy nincs meg a lehetőség arra, hogy az ember bemegy egy kórházba, akkor ott mondjuk legyen WC-papír a mosdóban, hogy nincs elkülönítő, hogy nincsenek egyágyas szobák, hogy fertőzöttek a műtők. Hát azért ezt nagyon sok orvos mondja, ezt nem lehet kimondani, vagy ezt a doktor nem lehet kimondani. Erről beszélünk. Eddig azt mondta a doktornő, hogy a betegeket igen, hát izolálni kell. Nem, lehetőségük, hova azt izolálni? Azt mondtam, három dologról van szó, a készhigiénéről, a fertőtlenítésről, az izolálásról és az antibiotikum használatról. És pontosan azért léptünk fel az 1001 orvos csoport, arról szól a nyílt levelünk, hogy ezeket a viszonyokat meg kell változtatni, és a rendszerbe pénzt kell fektetni. Addig, amíg a WHO előírások szerint 1000 betegnapra 20 liter fertőtlenít, tőszer az ajánlott mennyiség, Magyarországon 6 liter jut. Jó. Tehát esetben a stratégia megvan, az elmélet megvan, csak forrás hiány van. Így van. És az szerepelt a nyílt levelünkben, hogy azonnali forráspótlást kérünk. Tehát én bemegyek egy máj műtéttel, és előfordulhat, simán zokszó nélkül belehalok egy bélfertőzésbe? Előfordulhat, igen. Hogy van az, hogy valakit olyan műtőben műtenek? Tudom, hogy nem tud a doktornő az adott esethez hozzászólni, de hát azért orvosként ez nem elképesztő, hogy az ANTS lezárat egy műtőt, írta egy levélíró, és a férjét 3 nappal később ebben a lezárt műtőben műtik meg. Hát az embernek az esze megáll. Nyilván nem az orvos tehet róla, aztán meghal ugye az illető, írta a hölgy egyébként, hogy a férjét vesztette így el. Hát orvosként ez gondolom szörnyű ezt olvasni.
A felsoroltak közül ez volt az eset, ami leginkább nehezen értelmezhető a számomra, mert ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát ebbe tudok a legkevésbé beleszólni. Ennek tényleg a körülményeit kellene ismerni. De a nyílt levelünkben hivatkoztunk például olyan esetre, csak hogy értse, hogy nem is kell feltétlen műtét hozzá, volt olyan, hogy valaki túlélt szívinfarktust, és ebben a multirezisztens kórokozó, a Clostridium által okozott bélfertőzésben halt meg később. Ezek elképesztő dolgok. Olyan is van, hogy ha nincs, nem történik meg például egy úgynevezett elektív, tehát egy időzített, egy választott időben történő műtét előtt az ilyen kórokozóra való szűrés, akkor előfordulhat, hogy aki egy egyszerű ízületi műtétre bemegy, megfertőződik a kórokozóval, és tönkre megy az ízület. És ennek hol a vége? Majd kifogják a műtőkre, vagy műtét csak saját felelősségre? Nem, ezzel nem fel kell venni a harcot. Ezért, ha tetszik, haknizunk a médiában, ezért mondjuk el szinte most már minden nap, hogy azonnali változtatásra van szükség. Az a baj, hogy az angol száz területen természetesnek tartják, hogy a betegeket fel kell világosítani erről a helyzetről, és mindent meg kell tenni, hogy ezt valahogyan felszámoljuk. Magyarországon arról van a vita, hogy el lehet ezt mondani, szabad erről beszélni. Én azt gondolom, hogy nem kiskorúak a magyar emberek, vagy csekély értelműek, tehát a felvilágosításnak nagyon nagy szerepe van. Nem csak egy egyszerű kézmosásról van szó, ehhez biztosítani kell a megfelelő fertőtlenítőszert. Ha az nincs, akkor minden hiába. Azt szoktam elmondani, hogyha egy étterembe, de az előbb elhangzott, akár vagy az indexes cikkben, amit tetszett idézni, az is leírásra kerül, hogyha egy vasúti váróban olyan WC lenne, mint a kórházban, azt bezárnánk. Hát ez így van, igen. Hát elképesztő, elképesztő állapotokat, aki mostanság volt egy budapesti kórház WC-ben, hát az, hogy nincs WC-papír, az egy dolog, de hát... Kosz. De hát a kosz, a mocsok, szóval, hogy tehát egyszerűen elképesztő, nyilván a kórháznak nincs maga lehetősége. Persze. Az anyagi forrására, hogy tisztán tartsa, takarítsa, de hát a fertőzés, a baktériumok melegágya az, ami egy kórház WC-ben van, hát onnan valaki kijön, és utána bemegy egy hatágyas kórterembe, ott szinte kis túlzása nincs, csak életben marad. Igen, igen, csak ez totál nonsens azt várni el minden betegtől, hogy vigye magával a kézmosószert, megfelelő fertőtlenítőszert, vigye magával a törölközőt, vigye magával a WC-papírt, vigye magával a papír zsebkendőt, meg egyébként néhány elemet a vérnyomás méréshez. Ez sem lenne elég, hogy a beteg valamit magával visz, tehát az orvosnak is lehetősége kell legyen a megfelelő kézfertőtlenítő használatára. Tehát arra például olyan előírás van, hogy a beteg vizsgálati helyszínen, a beteg környezetében karnyújtásnyira vagy maximum 2 méterre kell legyen elérhető alkoholos kézfertőtlenítőgél. Láttak már ilyet kórházban? Nem. Hát nem, nyilván, és hát ez nem az orvosoknak, nem. És nem az a kórházban dolgozó, praktizáló nővéreknek, orvosoknak kell megoldani. Hát nyilván ez nem is az ő problémájuk. Hát itt tehát ezt nem is tudják megoldani. Hát nem is tudja megoldani, hát persze. Bemegy a hatágyas kórterembe két beteg, és ugyanúgy kellene kezet mosnia. Jó, ha ott van egy csap, de nincs mellette semmi. A fertőtlenítő doboznak a helye van ott. Igen. Elképesztő. Tehát ezt mi tudjuk, nem akartam én erről elterelni a figyelmet, nem, csak próbáltam felvinni arra, hogy ez nem egy magyar jelenség, megvan rá a mód, csak egyszerűen forráshiány miatt nem történik meg Magyarországon. Most aki például kórházba megy, csak hogy próbáljunk segíteni, mert nem akarjuk mi a hallgatókra a frászt hozni, de ezekről szerintem beszélni kell, főleg egy ilyen műsorban, hogy felszerelkezve valamennyire, nyilván a műtőben ugye nem tud semmit bevinni, de az, hogy ő visz magával kézfertőtlenítőt, százszor kezet mos a hozzátartozó, és lehet ezzel valamit kiküszöbölni, vagy segíteni. Többen érek, hogy nagyon jó a téma, holnap készülék éppen ilyen vagy olyan műtétre, hát csak nem akarjuk a frász hozni, de hogy mit vigyen tényleg. Tehát, hogy az állandó kézmosás neki és a rokonoknak nyilván a kéztörlőszer, fertőtlenítőszer, ágynemű például, abban megbízik, vagy tudja, hogy ő most aki. Csak kérdezem, hát van olyan hely, ahol a pelenkát kértek meg nem volt meleg víz, hát majd SMS-ekből szemezgetünk a hírek után, hát elképesztő. Tehát mit tehet az ártatlan beteg, aki készül beköltözni néhány napra egy kórházba? Hát tulajdonképpen az, hogy bevigyen akár ágyneműt vagy egyebet, az nonsens. Másrésztről ennek megvan a maga kidolgozott módszer, hogy ezeket a dolgokat hogy kell feltőtleníteni, nem is engedik a kórházakban. Az viszont
a mai viszonyok mellett, hogy vigyen magával készfertőtlenítőt, megfelelő mennyiségű papírtörlőt, lehetőleg nem textiltörölközőt, és szerelkezzen fel WC papír, ezt mindenképpen ajánlani tudom, mert ott nem fog találni. De ez egyébként évek óta így van, vagy évtizedek óta. De egyébként az célszerű, hogy betelefonáljon arra az osztályra, ahova egyébként menni fog, és ott valószínűleg az osztályos főnővel, vagy akár egy átlagos nővel is meg fogja tudni neki mondani, ugye, hogy mit kell vinnie, vagy mit célszerű vinnie. Hát megteheti, de ez elég rossz ötlet lenne, ha mindenki telefonálna. Ez sem életszerű, hogy a nővér fölhívja a nővért, és ő majd egy telefonon kellemesen hat beteg között rohangálva neked elmondja, hogy mit kell hozni, igen. Tehát olyan túlterheltek, hogy a telefon nem tudják fölvenni, ha jól alszanak konkrétan. Tehát ezeket a kórháznak kell biztosítani, tehát ezért küzdünk. Ezért hoztuk be a témát, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Doktornő, hát köszönjük szépen, sok-sok kitartást mindenkinek, aki az egészségügyben dolgozik, tényleg, hát szükség van. És nagyon jó beszélnek róla, mert szerintem borzasztóan fontos, hogy ezt a témát körbejárjuk. Hát reméljük, azért beszélünk róla, hát minden nap megjelenik 2-3 olyan cikk, amit az ember elolvas és imádkozik, hogy soha semmelyik hozzátartozója senki ne kerüljön kórházba, és csak reménykedik abban, hogyha valaki bent van, akkor ki is jön. Doktornő, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk! Szépen, köszönjük szépen, Lénár Rita belgyógyásszal beszélgettünk. Na, hát nagyon-nagyon sok SMS és nagyon-nagyon sok hozzászólás. Ugye a kérdés az volt, hogy írjátok meg nekünk, ki milyen állapotokkal találkozott magyar kórházakban, mi történt, mi volt az eset, és aztán mi lett az ügy végkimenetele. Hát egészen elképesztő. Egészen elképesztő SMS-ek. Nyilván tudtuk azért ezt ebben a formában, és mindenki, aki járt kórházban, tudja, de amikor ezt így újra elolvasod, akkor látod, hogy elképesztő. Elképesztő nagy a baj. Úgyhogy jövünk mindjárt Ákos hírei után az SMS-ekkel. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, picit komolyabbak vagyunk ma reggel, ígérjük nem sokáig, de muszáj ezzel foglalkozni. Nagyon-nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy hát kis túlzással, akár bele is hallhatunk, a kórházba kerülünk, a rossz körülmények, a forráshiány odáig vezet, hogy most már bizonyos statisztikák szerint többen halnak meg kórházi fertőzésekben, mint autóbalesetben, és felhívtunk egy belgyógyászt, Ritát, aki elmesélte nekünk, hogy hát milyen állapotok vannak különböző kórházakban, nem mintha ezt az ember nem tudná, és ugye kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy ők mivel találkoztak, hát egészen elképesztő. Elképesztő SMS-ek jönnek. Ha a lányom most fekszik a hozzátok közeli neves gyermekkórházban, katasztrofális állapotok, 48 kiló alatt 3 kilót fogyott, 48 óra alatt rosszabb állapotban van, mint ahogy bevittük. Se WC papír, se kézmosó, tegnap este kaja nélkül feküdt le, rossz hőmérőt adták, illetve azt mondták, hogy 38-5 alatt nem is nagyon tudnak gyógyszert adni, mert hogy nincs. Ezt Tomi küldte nekünk. Aztán egy másik hallgató. Az intenzív osztályra pelenkát kellett bevinnünk, mert 2 darab volt, hasivágásra kötszergyanánt javasolták, hogy vásároljunk vastag női betétet. Bizonyos gyógyszert inkább mi vásároljuk meg, mert úgy hamarabb hozzájutunk. Kevés a nővér, aki közül sokan végtelenül kedvesek, de gyakran előfordul. Nyilván, hogy kicsit morcosak, mert túlterheltek, megalázó és borzasztó körülmények, ja, és ezt egyébként budapesti kórházakban tapasztaltuk, tisztelet a kivételnek. Hát igen, ez az, hogy nincs gyógyszer, hát azt is tapasztalod, nem? Vagy az, hogy neked kell bevinni, vagy hogy te valahogy a házi orvosra feliratod, és inkább beviszed, mert azt mondják a kórházban, ne arra, hogy nem tudunk fájdalomcsillapítót, mert nincs, vagy csak egyfajta van. És abból is nagyon kevés, és lehetőleg ne kérjenek. Hát ezzel azért már sokan szembesülnek. Mi sajnos tényleg elmondhatjuk magunkról, hogy az évek során ilyen rutinos kórházba járókká váltunk, és tényleg sajnos. És mi már úgy kezdtük, hogy mi megkérdeztük, hogy mit vigyünk, mit hozzunk, és úgy már felpakoltuk mamát, mint egy málhás összvért szegényt, mert gyakorlatilag mindent. Felfekvés elleni kenőcstől, a betéteken keresztül, a WC papíron, a kézfertőtlenítőn keresztül. És nem csak a speciális dolgot, hanem alapot is. Alapot, legközelebb, mert tényleg már azon is csodálkoztunk volna, hogyha valaki megkérdezi, hogy csak amit nem tudnak kölcsönni, a stetoszkópját. Tényleg. Igen, vérnyomás mérője. Mamma. Elképesztő, tényleg elképesztő. Itt van Judit. Hello Judit, jó reggel. Ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello Judit. Na, írtál nekünk SMS-t, hogy te is elmondanál egy történeted? Így van. Hát én körülbelül január végén, február elején voltam 5 napig vakbeemlítés miatt kerültem be Budapesten a balesetibe. És hát ott a WC zuhanyzó döbbenet volt, döbbenetet. Hasi műtétesként ráülni egy olyan WC-re, amit többen használtak, és 5 nap alatt egyetlen egyszer takarította ki, az egyszerűen, tehát nehéz volt felfogni.
Illetve hát maga a fürdőszoba is, tehát a pelmészet, zuhanyzó, tehát egyszerűen az embernek nem volt kedve lezuhanyozni, de ezt muszáj volt, hogy valami higiéniát érezzen magán. Úgyhogy döbbenet. Ezt is hordtátok be akkor a cuccokat, gondolom, nem? Hát igen, tehát WC papír nem volt evőeszköz sem, bár mondjuk én nem ehettem jó pár napig, de amikor ehettem volna, akkor nem volt mivel ennem. Úgyhogy kétségtelenül nem volt szappan, nem volt, úgyhogy mindent vinni kellett. Atya Isten. Meg persze, tehát ezzel így nem volt gond, meg az orvosok nagyon édesek voltak, nagyon fővérek is segítőkészek, tehát semmi gond nem volt. Ez, hogy egyszerűen már úgy kellett szólni az 5 nap alatt, hogy ugyan vajon menjen, legyen szíves is menjen ezt már be, és takarítsak már ki a WC-t. Ez mondjuk emberi, nem? Tehát ugye ez viszont emberi mulasztás. Igen, ez egy másik, nem? Emberi mulasztás, és igen, persze, minden abszolút kérdés, hogy milyen a takarító cégük, van-e pénzük kifizetni, lehet, hogy 3 hónapja nem fizették, és aztán akkor viszont nem jövünk takarítani. Tehát, hogy ez akkor már pénzügyi. Ez mindig nagy kérdés. Az az igazság, hogy ugye még én takarító eszközökkel is foglalkozom, és tehát azért test közelből látni, hogy valószínű azzal a vízzel mostak föl, amivel már 5 másik osztályt is felmostak, és nagyjából itt keresztül mentek a közlekedő részen, de az ágyuk alatt már nem. Igen, tehát kicsit elgondolkodtató. Az helyzet, hogy sokat nem vártam, mint hogy nagyjából... Hát, nyilván az ember tudja, nyilván, hogy ilyen állapotok vannak, hát azért ez hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta így van a magyar egészségügyben, csak egyre aggasztóbbak a hírek, persze, hogy most már egy sima kéztöréssel sincs mindig esélyed ugyanúgy kijönni, mint egy komoly műtét után, hanem vagy könnyedébben, vagy gyorsabban, mert simán bárki bármilyen fertőzést elkaphat, és azért a számok kétségbejtők. Csak mondom, Judit, jó, hogy mondod, mi próbáltuk az ANT ezt egyébként megszólaltatni, de ők írásban válaszoltak nekünk, és azt mondták, hogy az adott témában jelen pillanatban, ebben az időben nem tudnak megszólalót biztosítani, tehát szerettük volna azért a másik oldalt is. Megkérdezi, lettek volna a kérdések, azt mondták, hogy nem szeretnének ebben az ügyben nyilatkozni, hát lett volna mit kérdezni. Judit, nagyon köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Köszönjük, ciao. Sziasztok. Hello. Szent László kórházba gyerekosztályra konkrétan ételt és teát kellett vinni a gyermeknek, mondták, hogy az sincs, nem nagyon tudnak adni. Tatabányai kórházban uralkodó állapotokról tudnék mesélni. A dolgozókat kérik meg, hogy akinek van olyan ismerős cége, aki tudna beszállítani a kórházaknak, a szóljon, mert az eddigi beszállítók nem fizetés miatt már nem hoznak egész egyszerűen semmit. És akkor itt te hozz egy beszállítót, hogy bárkinek bármilyen ismerőse van, az hozza oda, hát ha be el tudnak még hozni 2 gurig a WC papír. Fognak majd fizetni. Igen, szegények. Kb. 5 éve történt az egyik budapesti kórházban, az 5. napon kivették a branült a kezemből, az ápoló tőrem kért papír zsebkendőt, hogy be tudja vele kötni a helyét, mert nem volt semmiük. Ezt Martin küldte nekünk. A 19. keleti rendelőintézetben a férfi WC-ben a piszoárok nincsenek bekötve a vízvezeték rendszerbe. Hova folyik? Ez úgy el valahova, de nem tudod vízzel leöblíteni. A Tatabányai kórházban csak és kizárólag életmentő műtétes szükséges dolgokat vehetik fel a raktárból, mert csőd közeli állapotban van. A párom ebben a kórházban dolgozott 10 évig, ide márciusban mondott fel a tarthatatlan állapotok miatt. 2 intenzív osztályból az egyiket lezárták fenntartási okok miatt, az édesapám meghalt, közölték vele, megmenthető lett volna, ha van üres hely, egy működő osztályon nem volt, így nem tudta túlélni. Ismerősömet cukorbeállítás miatt fektették be a kórházba reggel. Az egyik nap kiderült, hogy valamilyen fertőzés miatt tüdőgyulladást kapott, esélye nem volt arra, hogy túlélje, pár nap múlva meg is halt. Hát úgy itt azért nehéz nyilván bizonyítani, hogy mi történt, de elképesztő. Az Ajkai kórházban volt olyan, hogy kobor macskák vándoroltak be a kórtermekbe, írja valaki. Szóval, hogy ez abszolút. Az ők hanyag elegancia beengedni a macsaszokat, gyertek, cic. Uh-huh. Lehet, hogy így védekeztek a rákcsalókkal. Igen, Szent Imre kórházban szülten, amikor a folyosón vártam, hogy kihozzák a babát etetéshez, azt láttam, hogy a takarító srác a női mosdóban, ahol egyébként szintén nem volt szappan, a WC kefével sikálta a mosdót. Azt hittem, elájulok, mindezt a szülészeten. Hát itt az intelligencia hiánya is nyilván, meg a képzett munkaerő hiánya. Igen, elképesztő. Győri szülészeti osztálya WC mosdóban hideg víz van, nincs meleg víz, nincs szappan, nincs kéztörlő.
Ezt Sanya írta nekünk a saját tapasztalatai alapján. Na, hát, hát és ebből, és ilyen is ehhez hasonló SMS-ekből nagyon-nagyon. De, nagyon-nagyon vigyünk be valamit, vagy hogy? Hát amiről beszéltünk. Csináld hogy... magad felé. Én konkrétan csináltam ezt, vidéki kórházban szintén, rokon látogatáson voltunk. Először azt hittem, hogy csak még nem voltak a takarítók, aztán a második alkalommal sem, a harmadik alkalommal bementem és kitakarítottam. Mert hogy hozzátartozó feküdve, és azt mondtam, konkrétan, igen, ezt történt, kitakarítottam a zuhanyzót, feltöltöttem a kézmosót, folyékony kézmosószerrel, amit én vásároltam, és kész. Így oldottuk meg a dolgot. Hát, ez már a vég után is. És megcsináltam egyébként a zuhanyrózsát. Jó, de te mindezt kicsit szeretted, és azért kicsit. És azért kérdeztem meg, hogy hol segíthetek. Átmehetek a másik korteremben. Az izót kicserélhetem? Tehát függőt leszethetem? Erről létrára felállhatok? Tehát azért a másik véget, hogy alig vártad, hogy találj még valamit. Igen, sőt, én rontottam el. Igen. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Pákónak megint igaza volt, írja egy hallgató, és mennyire igazán. Csak hogy némi humorral oldjuk ezt a dolgot, nem? Páko azért ezt már, már régen megmondta. Most már ott lenne a hely egyébként. Ezt mondta Páko. Muszáj az ember kínjába legalább egy kicsit röhögjünk, nem? Oldjuk ezt a dolgot. Páko, na jó, Páko, örökbe csinálni hány év múlva már ott lesz tényleg Albert Einstein, és nincsen között valahol. Ekkora igazság, sajnos igen, csak kórházba kerülni ne kelljen. 8 perc, már pontosan 8 óra, itt van már is egy hallgatónk, játszunk a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Marika. Hello, Marika. Honnan hívtál minket? Érdről. Marika, és otthon vagy még? Igen, gyesen vagyok. Na, mekkora egy gyermek? Egy 7 hónapos és egy 20 hónapos kisfiam van. Mindent jól belehúztatok. Igen, nem volt sok. Igen. Nem. Nem. Nem adhatok magatoknak sok mindent. Egyébként mivel foglalkozol? Pedagógus vagyok. Ó, az igen. Pedagógus, hát az egy fontos, fontos hivatás. Így van. És most otthon két gyerekkel. Bizony. Az melós azért, nem? Főleg így az elején, hát, amikor még ennyire melós, picit. De van segítség azért, hál' Istennek elég sokszor. Nagymamákat mindig be lehet fogni. Marika, kettő darab lehetőséget tudok, nem, hármat tudok még neked adni ugye a hétfő miatt, mert az megmaradt. Tárgy, híres ember vagy pedig város. Ezt tudom legyen felejteni. A város. Legyen a város? Legyen a város. Figyelj, kettőször mutatjuk, fél percet van, hogy talált ki. Jó? Jó. Hogy meglegyen az ajándékcsomag. Óra indul. Na figyelj. Revonnach. Ó, hát ez könnyű. Revonnach. Revonnach. Festői. A festői gyönyörű. A festői Belgium. Oké, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Jó, köszönöm. Van benne minden szép és jó morning show. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Küldjük. Köszönöm, minden jót nektek. Puszi. Szép napot. Szia. Köszönjük. Ciao. Az ANTS elfelejti, hogy nem a Morning Show-nak nyilatkozik, hanem nekünk állampolgároknak, akiknek az adóforintjaiból működik. Igen, ezt mi nagyon szerettük volna, és leginkább értetek, hogy nyilatkozzanak és mondjanak valamit. Teszünk azért még ezen a héten erre egy kísérletet, hogy ebben a témában szólaljanak meg. Fontos lenne szerintem ilyenkor megnyugtatni az embereket, megszólalni, és fontos lenne, hogy tudjanak megszólalót biztosítani. Ezt én is így gondolom, nem ellenük szólva, hanem hogyha itt van az orvos az egyik részről, akkor legyen az ANTS a másik részről, és nyugtasson meg mindenkit, hogy igen, legalább tudunk róla, rajta vagyunk, teszünk. Bár, hogy mondjanak két mondatot. Nem? Kórházban van. Az, hogy nem tudunk megszólalót adni, ez a lehető legrosszabb. De sokszor tapasztaltok már, hogy azt mondják tényleg, hogy három ember kíváncsi a véleményükre, pedig igen. Nem, mert másfél millió. Nem. Szerettük volna őket megszólalni, tehát igen, nem akartak megszólalni. Sajnos nagy hiba szerintem az ő részükről. 5 perc, pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most
Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Michael Jackson. Na, hát rá nem mondjunk más, nem? Na, rá nem mondjunk más. Ő tényleg Michael Jackson. Értem, igen, nagyon igen. Nagyon régóta ikonik, tényleg. Én a Soltész Rezső, meg a mindenféle megoldások, ugye nem is lett rossz angolul a Kerek egész című pecki dal, írja valaki, de hát ő zseni volt tényleg. Na, nézzük, hogy mi helyzet az utakon. Friss közlekedési híreket küldtek nekünk hallgatóink. 81-es úton Sörér és Magyaralmás között autó az árokban. Figyeljetek, Erzsébet felé a Gubacsi hídon baleset történt, gyalogos gázoltak, reméljük nincs nagy baj. A gyorsforgalmi út befelé már jól járható, ezt Peti küldte nekünk, valamint az M35-ös 7-es kilométerénél Budapest felé trafiznak, úgyhogy ott is figyeljetek. Maradj lent. Mezőberény belterületén mérnek ezt. Bövek, gyorsan gyere fel. Bövek küldte nekünk, Trafi Hajdúszoboszló és Ebes között a szokásos helyen, valamint reptéri gyors irányába a város felé nyerges kamion állította meg a forgalmat. Ez a Feri egy gyorsforgalmi befelé. Köszönjük szépen. Radaroznak az M3-ason a 204-es kilométernél, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Na, mi pedig készültünk egy játékkal nektek, amit ugye holnap lehet majd játszani velünk, és azt gondoljuk, hogy hát tényleg fantasztikus nyereményekért lehet majd harcolni. Ha valaki szereti Adélt, és szeretne ott lenni egy Adél koncerten, akkor a holnap reggelt azt neki találták ki. Neki találták ki, mert hogy lesz egy játékunk, és ehhez szükség van a ti kreativitásra. Kreativitásotokra, igen, a játékban való részvételetekre, és arra, hogy legyetek ötletesek, mert hogy azért Adél koncertjegyeket egy birminghami utazással együtt nem adunk azért csak úgy oda. Így van, bárkinek. És én pont azért is szeretem ezt a dolgot, mert meg kell mozdulni, kicsit dolgozni kell vele, meg kell keresni engem holnap a belváros kellős közepén, de lehet adásban is nyerni jegyet. Így van, a Deák Ferenc utca 19-es szám alatt leszel, ez ugye az 5. kerület, és páros Adél jegyeket lehet majd nyerni. Olyanok jöjjenek, akik egyébként ráérnek, mert nem sokára lesz ez a birminghami Adél koncert, ha minden igaz, a most hétvégén, tehát itt egy nagyon gyors elutazás. Ról van szó. Megnyeritek a jegyet, már mentek is. Már mentek is, másodmagatokkal mehettek, tehát lehet, hogy valakit el tudtok vinni, sőt nem lehet egészen biztos, hogy el tudtok vinni. És ugye fontos, hogy valamit ki kell találni, amivel ti megjelenítetek ott majd egy európai országot. Ez rátok van bízva, hogy mivel, hogy minek öltöztök be, hogy milyen kreálmányt vesztek föl, magatokra találtok ki, vagy álmodtok meg. Az a lényeg, hogy felismerhető módon jelenítsetek meg egy országot magatokon valahogy. Vagy a gyereket öltöztessétek be, vagy saját magatokat, vagy hozzatok oda valamit, vagy találjátok ki egy olyan dolgot, amiről az adott ország felismerhető és beazonosítható. Tehát bikával és karddal, ha jössz, akkor azt ugye egyértelműen tudjuk hogy az Németország. Ja, fa, papucs, tulipán, trombita, szátok van, Belgium, Dánia, hogy Olaszország. nem, az mind Belgium. Így van. Igen. Szóval, ott a helyszínen mi eldöntjük, hogy ki az, aki tetszik nekünk, és azonnal Adél jegyet adunk neki, 2 darabot ráadásul. Benne van a szállás, benne van a repülőjegy, benne van a birminghami út, ellátással, magával a koncerttel, sőt, mi több haza, és hozzunk benneteket. Tehát egészen nem átlátom. Igen, mindjárt csak oda. Igen, egészen hazajutás fakultatív, ezt elfelejtettük mondani, oda repülővel vissza, hogy meg tudjátok oldani. Szóval szóval a lényeg, hogy legyetek kreatívak, gyertek el, és egy fél óra, egy óra alatt, ha ügyesek vagytok, akkor néhány nap múlva már ott lehettek Birminghamben. És azért az egy nagy dolog. Még akkor, ha egynapos, most képzeld el, egy hétvége itthon üldögélnél, mondjuk nyilván jó idő lesz, de azért egy ilyen kaland, egy ilyen egynapos út, egy idegen ország, idegen városába, egy jó koncertre, azt szerintem a legnagyobb buli. Jössz, mész, kész. Óriási. Igen, hát ez egy nagy élmény. A kreativitást fogjuk díjazni alapvetően. Így van, valamelyik európai ország, nem túl bonyolult feladat, nem. Rátok van bízva, tehát nem kell nagy dolgokra. Odajöttek egy zsebkendővel, trüsszögve, és egyet mély előtt mutyát átjártok mondjuk egy spanyol láthának, akkor azonnal tudjuk, hogy ez az olasz csizmára van. Annál azért legyetek kreatívak, hogy megérkeztek, mint egy darab savanyú borkával, még egy üveg vodkával. Tehát valami legyen azért rajtatok tényleg.
ami azért hát okot ad nekünk arra, hogy azt gondoljuk, hogy van ebben valamiféle kicsi kreativitás, de nem kell tényleg, mint egy gyermek farsangja előtt. De kell, legyen pizza valaki. Hát akkor biztos, hogy ő megy Birminghambe. Igen, hát ha valaki tényleg megcsinálja a pizza jelmet. Ha valaki költözik. De miért? Songukunak vagy? Vagy Quattro Star Johnny-nak. Milyen legyen? Nem, legyen összehajtogatva, közép legyen egy kálcón. Legyen egy jó kis kálcón a pizza. Jó? Tehát 5. kerület, Deák Ferenc utca 19. Feri ott lesz. Próbáljuk majd Skype-on kapcsolni, Facebookra föltöltünk fotókat, ti is, ha van kedvetek, akkor lájkolhatjátok a kedvenc kreálmányotokat, és aztán mentek szépen Adele koncertre Birminghambe. Erre még mi is elmennék, hát, nem? Hát nagyon jól hangzik. Én kedvelem Adele-t egyébként, most éppen Jamie Olivernek szólt be olyat, hogy nagyon bírom. Igen, hát a Jamie Oliver előjött az, hogy a szoptatás milyen fontos, és hogy mindenütt szoptasson, és ez mennyire fontos lenni az első 8-10 hónapban minden anya szoptasson. És hát ugye hát azért ez mennyire egy érdekes dolog, persze fontos, de mi van azokkal, akik nincs tejük, akik nem tudnak, akiknek nem megy, akiknek szétharapták, akik ügyetlenkednek, és mondjuk az első 3 hónap után ellapadt a tejük, és te elküldte úgy Adele a koncerten. Zseniális volt. És egyébként elmondta, hogy ne nagyon szóljanak bele ebbe a férfiak, kettő, hogy ő nő, neki 3 hónapig ment, vagy elapadt, nem tudom, sokat szenvedett vele, de hogy attól ő azért még teljes értékű, hogy annyira helyre tette, gyönyörű volt. Na, hát egy ilyen jó kis koncertre mehetnek ti el. Jó? Te már egészen korán ott leszel reggel. Én ott kezdek. Te ott kezdesz, így van. Ne gyere be. Ott is fekszel le. Ott, hát micsoda, haza sem megyek. Már most beköltözöm, hát ha én is mehetek Birminghambe. Igen. Ne gyere be, meg ne gyere erre. Ugye? Hogy volt az? Az mama marad. Ugye? Tudnánk folytatni. Úgyhogy rága hallgatók, nyűgözzetek le bennünket. Jó? Tartózkodási engedélyt is attól kérdezi Süsü egy smiley ellen. Dolgozunk rajta, hogy így is munkavállalóit is. Illetve egy másik hallgató kérdezi, Hitler jelmez játszik. Legyünk egy bizonyos határon belül mozogjunk azért. Jó? Tehát tiltott önkényuralmi jelképektől tartózkodjunk, és minden olyan. Ízlés dolga, de szerintük ez ízléstelen. Igen. Nem biztos, hogy van neked otthon egy ilyen egyszer. Igen, tehát legyetek ügyesek. Kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy mennyire lesztek kreatívak. Holnap reggel tehát, jó? Na, mi pedig megyünk tovább, mert Gabi, hát megérkezett hozzánk, Gabi Gáborunk. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk, ciao. Gabi. Kis aranyosan jegyzetelt itt a határidő naplójába. Mit írogattál? Igen, néhány dolgot leírtam a témánkkal kapcsolatban, hogy most hirtelen eszembe jutott. Adele. Szoktatás mellek. Jamie Oliver. Nem. Jársz koncertre? Jársz koncertre, Gábor? Hát, nagyon rég voltam utoljára koncerten. Gyokor Moránon? De, csak klasszikusra. Tényleg, miket hallgat? Komoly zenékoncerten, igen. Könnyű zenékoncerten utoljára nem is tudom, talán 20 évesen lehettem. És mi volt az? Hát korábban rockkoncerten jártam, voltam. Tényleg? Korábban. Hát az meg ilyen 16-17 éves koromban. Jó, kell a koncert. Arra nem vagyok büszke. A farkas farsangonok tomboltál. Ott pogoztál az oszcianon. Mi volt? Igen, de inkább komoly zené. Most könnyű zené nem is ugrik igazából be. Az Ákos koncertről lemaradtam. Havasi Balázs koncerten voltam, de azt mondjuk segítségetekkel is volt egy kis segítség, hogy el tudtam jutni. Havasi Balázs koncert, az fantasztikus volt. Hát az nem is tudom, hogy komoly zené, vagy könnyű zené. Pont a kettő között, ilyen átvezető, azt szoktam mondani. Az határeset volt, igen. Nagyon igényes volt, és hatalmas buli volt. Igen, gyerekeimmel mentem. Igen. Na, nincs jobb már azt olvasni márciusban, ugye, hogy decemberben havasi koncert. Várod a tavaszt, érzed, hogy jön a nyár, de azonnal valaki úgy beléd veri, hogy már mindjárt itt a december, és kezdett szorongani az, hogy még nem vettél semmit karácsonyra. Bár most Ákos beelőzte. Komolyan? Igen, Ákosnak a honlapján már fönn volt. Ne! De legalább óriás plakáton kim a februárban. Igen. Ja, igen. És azt hiszed, hogy ez még az előző évre szól, és megnézed dátumot, és nem. De Ákos már megy, amivel elsőn lehetett rendelni a karácsonyi nagy koncertet. Biztosan, mert igen. Ákos, Havas és Karamell, ők fixe hozzák már márciusban azt, hogy Karamell nagy koncert karácsonykor az arénában. És Rózsira is lehet mindig számítani. Illetve a Fenyő ünnepről. Jó, és a Rózsi, Fenyő, és akkor jönnek a nagy klasszikusok, igen. Hogy vagy, Gábor, minden oké? Jön a tavasz, érzed magadom? Képzeljétek el, hogy a sporttalás, ugye, reneszánszát éli újra Magyarországon remélhetőleg, úgyhogy rengeteg a sportolói kérdés, akár e-mailen is, és sportolók keresnek meg. Most legutóbb képzeljétek el, hogy 2-400 méteres síkfutóval hozott össze az élet, és végeztünk egy kis táplálkozási beállítást, elmentem az edzésükre. Ugye a 400 méter egy olyan táv, ami se nem túl rövid, se nem túl hosszú. Uh-huh. Állítólag elég kínzó,
mert az utolsó 100 méteren lehet igazán besavasodni. És egy olyan jó étrendi modellt csak mi nem 500-ra készülnek? Egy sokkal 400-at tökéletes. Egyébként azt mondták a srácok, hogy 600-at futnak az edzéseken, pont emiatt. Tehát nem 400-at, ez egy érdekes dolog, de aztán a verseny előtt állnak vissza. A lényeg, hogy beállítottunk egy olyan jó vércukorszintet, hogy mint a táltosok úgy futottak, és azt mondták, hogy más színűek voltak a bokrok is. Ott valamit belekevettetek. Mit adtál nekik? Hogy más színűek voltak a bokrokon? Megálltuk közben brúnyán. Nem. Egyébként egészen szó szerint azt mondták, azt írták az e-mailben a srácok, hogy átállt a vérminőség, és más volt a glükóz, fruktóz, egyéb egyensúly. Egyszerűen úgy érezték, hogy más az energiaellátás, és az utolsó 100-150 métert is jobban bírták. Szóval a lényeg az, hogy az étrendnek, az étrend beállításnak és mondjuk a teljesítménynek, akár szellemileg, akár fizikailag komoly összefüggés. Mi volt? Tápióka, csicsóka, vagy zab? Mi volt? Vagy erőt, mit kaptak? Nem, tehát ilyenről szó sincs. Esetleg egy némi kölespehely. Igen. Tehát a lassú szénhidrátokat beadjuk reggel, értelemszerűen, tehát nincs ez a nagyon sajtos, teljes, tojásos reggeli, hanem alapvetően ez a főzött műzli, ugye nem a nyers pelyhek, erről beszéltünk, és lassú szénhidrátokat adunk az edzés előtt 2 órával, majd elindul az edzés előtt ugye 25-30 perctől egy cukorfeltöltés, részben lassú, részben gyors cukrokkal, vitaminokkal, B-komplexel, egyebekkel, és mérjük ugye a vércukorszintet, és megnézzük, hogy a teljesítmény közepén, amikor éppen futják a távot, hogy alakul a vércukorszint, uh-huh. és extra eredmények vannak. És akkor hogy mér, hogy mellé futsz magas térdemelésben, megszúrod a kis Nem, ez nem életszerű. Az 5 perces születek. Kicsit magas, de majd beállítjuk. Hát ugye minden sportoló más, és 2 fiúval végeztük, de teljesen mások az eredmények. Egyiknek gyorsabban reagál, másnak lassabban. Egyébként külföldön, Távol-Keleten és más helyeken már ugye így állítják be a jó vércukorszintet és a jó egyensúlyt, ugye a futáskor, úszáskor pontosan maximummal legyen a bioritmusuk. Hát, hogy nem profi sportolóknak már komoly csapata van. Hát a Djokovic és a teniszben azóta hengerel mindenkit, beállították a táplálkozását, rájöttek, hogy gluténérzékeny, átállítottak benne minden tulajdonképpen, és hengerel. Tehát ma már a kaja egy nyilván a profi szinten nem, hogy ugyanúgy hozzátartozik, alapkövetelmény. Lehozták a meccs előtti strapacskázásra. Igen, és szóltak a rokonoknak, hogy lehet, hogy ne lőjenek a levegőbe, mert szerbek. Minden egyes hozott gémat. De Magyarországon egy picit még gyerekcipőbe jár ez a kérdés, és itt még ugye pizzáznak, hamburgereznek, fehér lisztes szendvicsek vannak. Profi sportolók? Komolyan? Igen. Azért ez megdöbbentő. Él sportolók, mert ugye azt mondták nekik, hogy kell az energiaedzés előtt, és nem időzítenek, nem figyelik. Azt mondják, hogy hát majd elég. Jó, azért azt tegyük hozzá, nekem van egy atléta barátom, aki 60-as rövid távot futott sokáig, ismeri, kiváló sprinter, egyébként nem mondom a nevét. Nekem elmesélte, hogy amikor ő készült a fedett pályás atlétikai világbajnokságra, ahol egyébként 5. lett magyarként, ami azért nagyon nagy szó, fehér futóként, ugye, fedett pályás világbajnokságot, hogy 60-at futnak, akkor a szövetség mondta, hogy jó felkészülést kíván az atlétikai világbajnokságra, és 2 darab műzli született. Tehát azért ez a magyar sportállapot, hogy 2 darab műzisztelet volt, és sok sikert kívántak neki a következő 3 hónapos felkészülési időszakra. És így megnézte a 2 kis műzisztelet, és nagyon szépen köszönöm. Aztán ugye hát belepakolt egy csomót, ugye anyagilag 5. lett, ami óriási dolog, de azért a 2 darab műzisztelettel azért... Nem attól lett 5. Igen, még nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene, nem? Így van. Hát egyrészt ugye vannak az alternatív gabonák, ugye szoktunk beszélni a hajdnáról, amarantról, kölesről, tehát nem a búza minden. A műzlészet egyébként maga a pelyhek, a méz, ugye abban van hosszú, tehát lassú, jó, és gyors szénhidrát. Fél éves felkészülési időszakra kettő darab. Kicsit kevés. Igen, a szövetségtől. Ugye abban vannak zsakkászai zsakszerek. Azután az a jutalom. Igen, így van. Na. De örülök, hogy ezt csak azért tettem fel, azért mondtam el, mert úgy látom, hogy ez egy pozitív változás. Most képzeljétek el, hogyha majd felcsúton és más helyeken is tudatos étrend lesz. Nem tudom, mit akarsz mondani. Ne keverd bele minket, van elég bajunk így is.
Ne rácsvigyek magadra rosszakodni, mert nem mi mondtuk, hanem ott odaállt, nem ne rácsál magadra. Most jók a focistáim. Nem olvasol újságon, nincs nekünk elég bajunk. Hát ne, én ezt pozitívan mondtam, hogy ha mindenhol az akadémiákon is beállítják, tehát elkezdjük ezt a munkát, akkor szerintem ez hatalmas dolog lesz. Azért legalább novemberig húzzuk ki, ne csináljad már, azért ne vágjál már minket hónapig, érted? Nem, ezt elajánlottad most a segítségedet nekik, ugye? Kivel vagy te, tesó, kivel vagy te? Igen, de ez folyamatban van, tehát a tárgyalások igazából elkezdődtek bizonyos szinten. Hát tárgyalás is. Nem velük, hanem bizonyos szinteken, és remélhetőleg ebből lesz eredmény, hogy táplálkozási beállítás és folyamatos kontroll. Hát ha meg nem, akkor elmentek egyet kis vasutazni. Persze. Hegyek között akartól. Ha valami legyen. Beszéltek a vonatomban. Jó, Bicskei vagy Lovasberegyig, nem tudom. Gabi, egy nagyon fontos dolgot hallottam, és szeretném tőled megkérdezni, hogy most mindenki, vagy hát sokan antibiotikum kúrán vannak, nem ide vág, egy gyors húszárvágással, csak egy fontos kérdés, hogy azt mondta nekem valaki, aki bioholdban dolgozik, hogy ezek a pre- és probiotikumok azért nem jók, például ha gyereknek adjuk antibiotikum kúra után, mert hogy míg a gyerek megissza, ugye ezeket a patikában kapható plusz készítményeket antibiotikum kúra után, addig nem jut át a gyomor savon, mert ugye hát az sósav és megsemmisíti, és az ember ugye pánikbe esik, hogy adja a gyereknek, hogy mégis helyre jöjjön a bélflórája, de igaz lehet ez, hogy valójában nem jut át, és mire a bélbe lejut, addigra mondjuk a 99%-uk meghal, kvázi értelmetlen. Erről hallgattam egy kis előadást, és kicsit elképettem, hogy na jó, de akkor minek sok-sok ezer forintért. Van ebben valami, vagy ez tudományosan hülyeség, és igenis adjunk neki? A probiotikus törzseket nagyon kis mértékben pusztítja a gyomorsav és az enzim rendszer. Tehát túlélik. Túlélik, aha. Igen, ezek enzim és sav álló rendszerek. Szemben egy élő flórával, egy sima élőforrás joghurttal vagy kefirrel, egy aludt tejjel, ahol elpusztul. Az sem rossz, csak az elpusztul a gyomorban. Tehát antibiotikum kúra után akkor továbbra is azt mondja a szakma, hogy érdemes átjut a... Most már közben is, csak eltolással. Az antibiotikummal együtt nem veszük be, de eltolással, egy 3-5 órás eltolással már a kúra párhuzamosan adekvát adható, abszolút. Ugye a kapszulás megoldás egy picit szerencsésebb pont emiatt, mert ez a bizonyos kapszul, ez megvédi részben a gyomorsavtól. Valamennyi el fog pusztulni, de nyilván de lejut a bélbe, tehát bőven marad annyi, amennyi a szaporodáshoz kell. Igen. Na, akkor hát adhatjuk nyugodtan, és hasznosak. Ez megnyugtató. Szerintem sokaknak a gyereke szedett sajnos a napokban antibiotikumot, érdemes akkor erről is beszélni. Oké, egy rövidebb témával készültünk, de nagyon érdekes, ugye arról beszélgettünk itt, arról e-maileztünk, hogy milyen jól lenne egyszer a különböző élelmiszerek hangulati hatásait megvizsgálni, és arról beszélni, hogy ha valaki például szeretne kevésbé depressziós lenni, vagy jobb kedvű, akkor mit tegyen, ugyanis minden ételnek megvan az okozott hangulata, ilyen csúnyán mondva, vagyis attól függ, hogy ugye milyen hangulatban vagy, attól is függ, hogy mit eszel, és vannak arra egészen kiváló dolgok és ételek, ha például szeretné egy kicsit jobb kedvű lenni. De most húsvétkor főtettem a 12 kilós sonkát főni, átjött a szomszéd, fröccsöltünk, annyira jó kedvünk lett estére, hogy még rá is gyújtottál, te rohadni! Jó, azt most ne keverjük bele, az tök mindegy, az egy tévejedés volt, de megjavultam már. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy például a füstölt főtt sonka, az mindig földeri. Oké, de tényleg hús például, jobb kedvű leszek, szomorúbb leszek, álmosabb leszek, a húsnak milyen hatása van? Nézzük, kezdjük akkor ezzel. A húsnak nincsen kedélyjavító hatása biológiailag, de úgynevezett termékemlék szintjén van. De Feri csak ránézés jobb kedvű. Hát akkor azért ez nem a termékemlék. Van. Igen, neki van róla emléke. Nekem nagyon sok szép egy pavlovi kutya. Igen. De ez csak nagyon friss emlék. De ez nem a füstölt hús hatása, sajnos a füstölt húsnak más hatása van a szervezetre, hanem a Ferinek valószínűleg boldog emlékei, ízemlékei, illetve hangulati emlékei vannak a, nem tudom, a disznóvágásokról, illetve a füstölésről, és ilyenkor ezek jönnek elő. De biológiailag nincs ilyen hatása. Ugye ezért mondják, hogy a hangulatoknak van jelentősége. Tehát amilyen környezetben etted mondjuk azt a töltött káposztát, az elő fog jönni a legközelebbi étkezéskor a hangulata. Egyébként ennek is van boldogsághormon szinten emelő hatása, de ha azt kérdezed, Valás, hogy biológiailag mi az, ami ténylegesen visszahat, ugye egyrészt az alkaloidák, tehát a koffein, teobromin és a teinin, tehát magyarul a fekete teje, a fekete kávé, a kakaó és a kólafélék, ezek azonban agresszív idegi hatások. Ezért ezeket a szakma igazából nem ajánlja. Ugye a kávéról most egyre több dicsérő szó hangzik el, meg a zöld tejáról is, de igazából én azt gondolom, hogy nem ajánlható. Mi a baj a kakaóval? Hát sok a gyerek eszik kakaós palacsint, a kakaó reggelente, rengeteg gyerek így indítja a reggelét. Idegrendszerre kakaó. Ható komponensek vannak benne, hogy ezek közül a kávéhoz képest tized annyi a koffein tartalma a kakaónak, de a teobromin, ami benne van, és hasonló a koffein hatáshoz, az benne van hangulatilag, de hullámzást hoz létre. Tehát felpörgeti a gyereket. Az a baj, hogy ezek így van, ezek hullám, tehát
A törvény azt mondja, hogy ugye minél magasabb az eufória, annál mélyebb lesz majd a völgy. Tehát a kakaó létrehoz egy euforikus állapotot, egy hiperaktív, az idézőjeles állapotot, amit utána egy hiperpasszív állapot követ. Ez a gond a kakaózással. Tehát a gyerek például nem szerencsés, minden reggel eszik egy szelet kenyeret, iszik egy pohár kakaót, ugye ráadásul a cukortartalmát. A tehéntejjel és a cukorral adják, ugye ez a három hangulatjavító, a tehéntejvel lévő triptofán, ugye a hozzáadott cukor, illetve a kakaóban lévő anyagok együtt egy hiper euforikus állapotot hoznak létre, ami körülbelül egy 60-90 percig tart. És pont amikor mondjuk az iskolában ugye teljesítenie kell, mondjuk nem tudom, 10 órakor ír egy dolgozatot, akkor egy mély állapotot él meg. Akkor kell, hogy átvegye az anyja. Mit? A dolgozat ideje? Vagy mit? A kakaó ideje? Addig a gyerek, amíg fönn van. Ja. Amíg len van, ott addig mehet az anyosodhoz. Vagy pedig, hogy igen. Tehát 6 korítás meg vele a kakaót, és 8 korábban. De egyébként a cukros tejet, emlékeztek, a régiek este javasolták. Igen. Tehát soha nem adtak reggel, igazából nem javasoltak reggel a cukros édes tejet, most pedig nagyon sokan isznak édes tejet reggel, aminek kifejezetten altató, nyugtató hatása van. Hozzáteszem, a tej nem altat, de a triptofán és a cukor révén egy ilyen gyengeséget, bágyottságot hoz létre, ami elvileg az a mély alvási fázishoz segít a gyereket. Jó, ha valaki mondjuk nem szeretne csokit kólát tenni, de egy kicsit depressziós vagy depresszívebb alkat, mi olyan jó fajta élelmiszer van, ami mondjuk megeszi naponta egyszer reggel, és azt veszi észre, hogy egy-két héten belül olyan vegyületek, enzimek szabadulnak fel a szervezetébe, ami mondjuk egy hosszú távú jókedvet kivált, vagy kiválthat. A masolával, dióval elfogyasztott banán. Ezen na, végre a... valami ehető. Az elmúlt egy-két évben azért nem mondtál sok ilyet, de ez most egészen közel áll a magyar társadalom 90%-a, az Gábor. Banán, mazsola, dió, sehol egy kurkumás körespehe és egy lemmaglisztes, nem tudom. Hiperkompatibilis. Ez most egészen emberi volt. Igen. Egyébként a lassú szénhidrátok, mint az amaránt liszt, a csiga maglisztes. Na, azért nem. Csiga maglisztes. Hát pont felemellek erre, érted, magad alatt vágod a csiga maglisztes. Csináld. Ezek azért, tehát a lassú, tehát a zab, az kell hozzá. De a lényeg az, hogy a szakma szerint a datolja, a mazsola, a dió, a lentmagolaj, a cseresznye, a banán, az aszalt alma, a zab. Állati termékek közül pedig a tehéntej, amit azért korábban eléggé ostoroztunk, de itt a triptofán miatt azért a szakma ugye ezt jelzi, hogy a tejnek délutántól este lehet egy ilyen nyugtató hatása, illetve a hal. Hal, tehát a halban lévő omega-3 és egyéb anyagok révén egy nyugtató, illetve emellett hangulatjavító hatása van. A zabnál igaz az, hogy tényleg a endorfin és szerotonin szabadul föl a szervezetben, tehát kvázi olyan anyagok termelődnek, amitől valójában kicsit tényleg boldogabb leszel? Igen. De van egyfajta függőség, hogy aki eszi, szerintem rákattan, és egyébként tényleg jobban érzi tőle magát. Hát mi bárkinek mondtuk ki, hogy a Feri nézni kétségbe se tartsa, eszi a zabot, hogy fogyjon egy kicsit. Hogy eljön az a pillanat, amikor szeret A, B, ha 7-kor megeszem, lesz olyan, hogy 8-kor nem vagyok éhes, mert én ezt gyerekek... Ezt mondjátok, igen, mindenki, vagy nagyon sokan ezt mondják, hogy azért jó a zab, mert ugye hosszú távon, 7-kor megeszed délben még semmi. Úgy el vagyok vele én déli. Én 8-kor átom harapni ezt a ízét, ezt a falat. Jó, de te már a szomorúan eszed eleve. Tehát én legalább megadom az esélyét, hogy jó kedvegyek, azt a fajta elmúlást, hogy te mi eszed. Mi az Istennek örüljek a zabevésben? Minek? Hát se íze, se állaga. Nem jó, leszed. Nem egy kis agavészirúppal azért javítható. Mazsolával. Üresen persze nem jó. Egyébként áttasd be, tehát ne üresen edd az acskó. Ja, nyugtasd meg, hogy nem így csinálj. És az acskót is bontsam ki. Egyébként dióval, mandulával és aszalványokkal további majdnem másfél-két órán keresztül a vércukorszint fennáll. De igaz az endorfin és a szerotonin, hogy ilyen vegyületek szabadulnak fel az agyban, és hogy tényleg termel egy kis boldogság. Endorfinról mondjuk nem tudok, az inkább a mozgáskor, szauna után, masszázs során szabadul fel, de szerotonin emelkedés az van. Így van. Tehát boldogabbak leszünk, aki kicsit rossz. Amikor banános, tehát banánturmixos zab, tehát banános zabturmixot fogyasztunk, tehát főtt zabot keverünk banánnal, és ezt mondjuk almacsipsszel fogyasztjuk el. Lényegében ez egy szerotonin szint emelő hatású, kókuszliszttel, gesztenyeliszttel, dióval fogyasztva, ez kifejezetten hangulatjavító, és akkor nincs szükség kávéra, tejára, egyebekre.
De nem véletlen, hogy a reggeli torna az étkezés előtti 30 percet történő vízivás. Ne felejtsük el, hogy éjszaka melatoninunk képződik. Melatoninnak le kell, a maradéknak le kell reggel bomlania. A szembe jutó reggeli napfény bontja le a melatonint, és alakítja át szerotoninnát. Ha valaki nekiáll egy édes mézes zapkásának, felkelés után 10 perccel rossz lesz a hangulata, mert nem bomlott le, nem alakult át a melatonin nevű éjszakai hormon boldogsághormonná, ezért van az, mint a régiek, kimentek a kútból vizet húzni, adtak enni az állatoknak, eltelt reggel 30-60 perc, közben fölkelt a nap, bejutott a szembe a napfény, és a régiek tudták, hogy megtörtént, aminek meg kell, bár nem voltak biokémikusok, bementek és reggeliztek. De miért régen ezért Ray Charles-a? Nem tudom, mi van. Mi a helyzet Ray Charles-a? Ezt tudtad kérdezni tényleg, hogy mi a helyzet? Sajnos nem vagyok elég felvilágos. Semmi. Volt egy kakasa, és mindig tudta, hogy mikor van reggel. Hülye. Mindenhogy mennyire tudták tényleg régen, és mennyire ösztönösen csinálták, nem, hogy nem azonnal reggeli, nem azonnal kávé, állat alá tenni, tisztába tenni, és utána is valahogy diktálták a saját tempójukat, és a szervezet erre jól is reagált. A további, ha szabad még Balázs hozzátennem azt, hogy a Dr. Kellogg féle modell az nem a túlmézezett, keményítő szörpös, mindenféle cukorszirupban áztatott és megpirított reggeli műzli, mert az visszahat. Tehát a túl édes reggeli visszacsökkenti a szerotonin szintet, egy ilyen túlkapás. Tehát egy gyerekek túlhúzzuk. Ezért az eredeti Kellogg-féle modell az nem volt édes. Csak az aszalvány, a gyümölcs adta az édes ízét a kásának. Oké, egy utolsó kérdés. Kakaó helyett például mit igyon a gyerek? Tehát ott ül reggel az édesanyja. Szeretné, hogy mondjál valami hagyományosat, basszus. Igen, mondja már valami finomat. Cikória, ez borzalmas. Táplálót akar adni, azt akar, hogy jól teljesítsen, elindítja a gyereket az iskolába, és mondjuk a fehér kenyér, méz, felvágotton kívül valami másban gondolkozik a szülő. Mit tegyen a gyerek? Amit még azért meg is eszik, tehát gondolj tényleg a gyerekekre, amit azért úgy tényleg meg is esznek. Tehát nem gondolkodunk kásában? De gondolkodhatunk, hát egy jól ízesített zapkás, az szerintem Ferivel ellentétben azért ez tud finom lenni. Csak hogy tényleg mivel indítsuk el mondjuk a gyerekeket iskolába? Mondjuk a kakaó helyett. Tényleg cikória kávé? Kókusztej az egyik kedvenc a gyerekeknek általában. A cikória kávé, tehát ha valaki kakaóhoz szokott, akkor azt mondom, hogy csökkents a kakaót, vagy egy jó minőségű keserű kakaóport, és abból késhegynyét tegyen az italba. Tegyen bele egy kis cikóriát, mert inulin nélkül elindulni az azt szerintem utaság. Szentségtörés? Igen. Kinyilvánc magyar ember azonnal meghalna. És ha inulin nélkül, lehetséges, ne előre. Házi feladat. Ha lehetséges, ne előre édesített kakaóport vásároljunk, hanem házilag tegyünk hozzá, nem tudom, eritritet, stéviát, gyümölcscukrot. Tehát az már azért nem ördögtől való, hogy normál kakaó, jó minőségű, és egy kicsi édesítés. Szerintem ez egy sokkal jobb alternatíva, és egy késhegyi cikória kávé is kerül bele. Oké, okay, Gábor. Meg fogja a gyerek egyébként. Aha. Érdekes, amit mondtál. Az apám előbb, egy kis előbb indultam volna el otthonról, mint hogy felkeljél. Hasznos dolgok ezek szerintem, hogy kicsit a szülőket is, aki megteheti nyilván anyagilag kimozgatni a napi rutinból, és valami táplálóbbat, hasznosabbat a gyerek elé tenni, leküzdeni rajta, nem rossz ez. Gábor, köszönjük szépen, mit reggeliztél ma reggel? Hogy indult a napod? Hát én most úgy élek, hogy egyszer étkezem egy nap, még pedig főszabályként reggel, és utána csak leveket iszom, nagyjából 3-4 óránként, ez egy nagyon hangulatos dolog, és az éjségérzet teljesen... Hangulatos. Egész nap lé, tehát ez a klasszik zöld levelek, répalevelek, almalevelek, igen? Igen, igen. Na de ebbe lehet egy ananászlé, lehet egy kutyafán. Bármilyen biolé, délután pedig inkább nagyon, paradicsom, sárgarépa, céklali, vegyes zöldséglé. Mi a célja? Mi a Mr. Bio verseny lesz májusban. Ez a tavaszi tisztítók ura része, viszont azt nem szeretném, hogy teljesen lehessen a vércukorszint, vagy megváltozzon, de ez nem az a tipikus lébőjt, amiről korábban itt azért van szilárd reggel. Később lehet, hogy át is állnék, ezen még gondolkodom. A lényeg az, hogy egy napi egyszeri reggelizés után a levezés, ez egy nagyon szép, egy gyenge tisztítást hoz létre, sőt, több napig ezt tervezem most hetekig csinálni. Jó, azért el ne fogyjál szépen lassan. Gábor, csókoltatunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hasznos volt. 8:30 volt pontosan, 6 perccel jövünk, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt!
3:49 múlt pontosan 3 perccel, itt vagyunk már is. Az M1-esen a 32-es kilométernél kamionok karamboloztak, 2 kilométeres a dugó Győr felé, úgyhogy vigyázzatok arra felé. Aztán áll a Körösi Csoma út Kőbányán, a városközpont felé, mint a szög, mindenki meneküljön, üzenem a főnökömnek, ma is elkések, ezt Brown küldte nekünk. Köszönjük szépen, M1-es Győr felé 32-es kilométer, így van, ahogy mondtam, 3 kamion ütközött, úgyhogy vigyázzatok, valamint az M3-ason Debrecen felé a 92-es kilométernél most állítják a háromlábút, úgyhogy ott is készülnek mérni. Mikor jön az új trafi? Már ilyen? Negyedikétől? Hát a trafizni már végünk most van. Is, ugye, de most még csak ilyen állítólag próbaidőn vannak a trafik, és akkor negyedikétől, az jövő hét hétfő, már mindent tud majd mérni. Tehát, hogy a sávelhagyás, záróvonal átlépés, biztonsági őr, sebesség, index nem használat, és sorolhatnám még, de nem teszem tönkre ezt a csütörtök. Ne tegyük tönkre, én vagyok a hülye, hogy éneket kérdezek, igen, de mindenki vigyázzon. Na, viszont van egy furcsa anomália, amit azért megfejthetnénk, és tudjuk, hogy ha hát humorizálásról van szó, akkor hallgatóinkra mindig számíthatunk. Talán hallottátok azt a hírt, Ákos mondta többször, hogy a Csobánkai Cinke utcai utca egyik családi házának emeleti erkéről szerda délután lezuhant egy ló. Szegény. Ebben a történetben igen. A ló jól van, de azért amellett, hogy a ló szegény, azért nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Tehát, hogy a Cinke utcai családi ház emeleti erkéről lezuhant egy ló. 2 méter zuhant, túlélte a zuhanást egyébként, és hát állatorvosi felügyelet mellett a lovat rendbe tették. De hogy azért csak kinézett az erkére. Vagy kívülről akart bemászni. Vagy igen, be akart menni. Megcsúszott a patája. De tehát, ha a családi ház földszintjéről kimegy, azt még érted, hogy valahogy bejött a kertből, átment a nappalin, körbenézett a konyhába, majd távozott az erkén. Na de azért felmenni az emeleti erkére, átmenni ott valószínűleg egy hálószobán, körbenézni az erkén, majd azon kiesni, szóval azért azt gondold el. Pedig 1000-szer megmondták neki, hogy alacsony az a rohadt korlát, ne menjen oda, baleset veszélyes. Más különben, igen, patkolt lábbal nem megyünk a hálószobába. Így nem? Van. Tehát értsd meg, 100-szor megmondtuk már. A parketta, igen, csak filc szobapatkóban. De mi az Isten csinált? Mi az Isten csinált ezen a Csobánkai utcában, a Cinke utcában, a családi ház emeletén ez a ló. Hogy kerül oda? Mennyire szeretik? Ő a házi állat. Valaki érzéket, díszhalakat tart, valaki pedig lovat tart benne a lakásban. De hallottam már, hogy disznót tart valaki. Na de az erkélyen tartott, kivéve ugye, ha panelházad van, vagy panelházban élsz, akkor oké, nem tudod hol tart. Na de hát ez egy családi ház, igen, ahol van udvar. Ez egy hagyományos ló? Tehát egy hagyományos méretű ló, nem egy póniló? A póniló is elég fura azért. Uh-huh. De tételezzük föl, mondjuk hagyományos. Azért, én a pónit is azért furcsálom, hogy nézd, anya, mi történik? Egy póni leesett a második ló. Átesett az erkély. Jaj, már kis leesett a póni. Már megint leesett a Cinke utcában az a póni Balogéknál. Lajos, én vagyok, ez megint leesett a pónitok. Gyere haza! Tehát, hogy történik egyébként? És képzeld el a szomszédot, aki kint kevergeti a kis fekete táját, majd megjelenik egy ló az erkélyen, amire már furán körbenéz a ló, 2 lábra az erkélyen. Nézd már! És a ló egyszer csak megérkezik a földszintre. Vagy képzeld el, amikor ebben a házban állsz a földszinten, és mellét zuhan egy ló. Hogy azért ahhoz, hogy mit szólsz? Vagy kint napozol, mint a házigazda, és a szomszéd végignézi, hogy a ló 2 lábra áll, majd a napozó házigazda mellett leveti magát a földszintre. Hogy azért ott mi történik? Akkurát! Persze! Jaj, de mocskás! Mondta a ló, megrázta magát, majd felnyelgette saját magát, és elvágtatott az iskolája. Nem, rád gyűjtött egy cigére. Igen. Tehát azért ez nagyon, ezért ez rettenetesen. Hallottunk már azért ugye, hát lovat tartottak a 8-on, meg disznót vágtak a 4-en, meg nem tudom. De azt megérted, hát panelház, hát hol tartsa a nappaliban, érted? Azt azért abszolút megértem. Aha, igen. De az nem lehet, hogy hazajött a férj. Igen. Azt én... Nem megy tovább. Van az a pont, ahol még meg lehet állni a megszólásban, de most még ezt nem még tovább lehet menni, finoman lehet menni. Mindig ugye az egyensúlyozáson van a hangsúly. Tehát megjött a férj, és azt mondta, hol vagy drágám, egy órával előbb elengedtek? Mire a itt vagyok, mert csak öltözködöm, mondta a felesége. És a ló érezte, hogy szorul a hulok. Hívlak. És rajzfilmes beszélgetés. Mondta a
való este Skype-oljunk. Hol a nyergen? A ló nem akart lebukni, ezért kivetette magát a másodikról. Én azt gondolom, hogy ez állhat itt. Az abos férj pedig csak térben. A puffanást hallotta, majd fölrohant kedves érsőz, megkérdezte, hogy jól vagy kicsi? Jól vagy kicsi? Mi ez a szétdult hálószoba itt? Mi történt veled? Mói vlogica. Egyébként ez egy jó vonal. Tehát valószínű, hazajött az abos férj. Vagy előbb elengedték. Igen. Persze. Igen. Tehát valószínű, előbb elengedték és hazajött. Igen. Ez egy érdekes dolog. Van, kezdi régen, hogy Kobi forgatott. Ja, és... hát igen. És... nem tudom. Mi van, hogy idomár volt, és hazavitte a munkáját. Tehát arra gondolt, hogy otthon még egy-két dologra megtanítja a lovat? Tehát az ötves cirkuszból hozta el a lovat holnap. Hoppá! 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 Ugrik! 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 Két lábra! Két lábra! Mondom két lábra! És választott, a ló választott a tüzeskörik a gondolat. Gabi is megmondta, hogy az abban ott van az energia, az endorfin. Ott van a kraft. Bezabolt. Bezaboltatták a lóval. Jó, tartózkodjunk a Csicsolin a lakcímet változtatott SMS-ektől. Tehát maradjunk azért meg egyfajta gondolatmenetnél. Igen, ez egy érdekes dolog. Hát segítsetek megfejteni, hogy mi történt. Illetve egyéb furcsa, úgymond tényleg szomszédos anomáliákat válunk, amikor is nem hittél a szemednek, valami olyat csinálta a szomszédot. Tehát főzött a panelban a folyosón, vagy terelgette a disznót a liftben. Tehát nézzük meg tényleg, hogy ez valójában létezik-e. De most ne írjatok amú történeteket. Tehát amikor kiléptetek a házból, családi ház, társasás, panelház, és nem, egyszerűen nem hittetek a szemeteknek, mert valami olyan dolog történt a linoleumozott lépcsőházban, amire egész egyszerűen nincs magyarázat. De jó nekünk családi ház, igen, vagy társasház is. Hát csak nem odavaló, és a szomszéd művelte, csinálta. Sziasztok, talán ezt már mondtam, lehet, hogy adásban is elhangzott, nem tudom, emlékszel biztosan, de hogy ugye már sok mindent átértem Lőrincen, de azt, amit néhány héttel ezelőtt tapasztaltunk, hogy a béketér mellett valaki egy bottal terelgetett egy disznót pecsés felé, hogy azt azért már mi se hittük el, pedig azért nálunk azért történnek furcsa dolgok, hát ugye ha csak a klasszikus havana lakótelepi esetre gondolunk, akkor is tudjuk, hogy igen, de igen, a legenda, vagy igen, nem lehet, legenda. Hogy de minden esetre így híresült el a havanna, ugye, hogy ott lovat tartottak, igen, az erkély, de hogy amikor, egy darab kondás vitt a malacon? Nem tudjuk, hogy kondás volt, de hogy egy szép szál, jó szág volt, hogy voltak, csak úgy sétáltak az ülői úton, tudod, hogy ott van egy pizzéria, ott van egy pizzéria, ott van egy, hogy hívják, egy gyógyszertár, ott van a villamos, ott van egy nagyon jó kis, hogy kondicionáló, és egyszer csak valaki meg is, nem lehet, hogy a malac azt mondta, hogy így is gazdám, ennék egy jó sajtburgert, eljön már bengem a McDrive-ba, és mentek a McDrive-ba. Persze. És akkor hogy hívják, hogy bárki a market centrál, ott érted a praktikerbe. Tehát ez nem, nyilván nem, de Becs is felé teregette valaki egy bottal a disznóját. Igen, ezek érdekes pillanatok. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, de most maradjunk tényleg a családi ház, panelház, lépcsőház kategóriában, lehet így mondani, amit ott láttatok, jó? Amikor kiléptetek az erkélyetekre, a házatok elé, a lakás elé, és nem hittetek el, mert a szomszéd valamilyen dolgot művelt. Írjátok meg nekünk, jó? Illetve ha van elképzelés, hogy a ló hogy került a második emeletre, az erkély, és onnan hogy esett le, akkor azt is írjátok meg nekünk. Mi pedig gyorsan megmutatjuk, mi a beugró. Figyelje mindenki, aki hármas ugrást játszana. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Jól van. Na, a tegnapi után vezeklés, mi? Majd könnyebbet kaptatok. Jó, írjátok meg, mit hallottunk, mi pedig jövünk az SMS-ekkel és a játékkal Ákos hírei után. Leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszon, és az ablak gyönyörű. Hát elképesztő. János, hihetetlen. Chili Willy. Milli Vanilli, Chili Willy, ahogy szokták mondani. Ez csak megérkezett egy ilyen képernyőtisztítóval, arcos spriccelt a stúdió mellett található ablakot, és letisztította. Videó és fotó is lesz róla az Instagramra. Ezt tudom nektek megígérni. Egy picit, igen, mert hogy tudod, mi volt a feltűnő?
A tulajdonképpen az, hogy nem üzemszerű az, hogy egy rádiós műsorvezető az ablakpárkányon guggol. Tudod? Igen. Hogy azon gondolkodtam, hogy vagy kibrunyász sor elsőre, érted? De hát aztán rájöttünk, hogy csak a takarítás. Csak a takarítás. Igen. De arriváltunk, és az instás közönségünk megkapja János takarítási pillanatait. De az most az összes ablakot megcsinál az nem, egész épületben? Nem, csak ezt. Nem, végigmegyek. Hát van vagy 200 darab ablak itt, és mindegyik ugye dupla szárnyas, és mindegyik négy darab ilyen kis ablakkocka van, ablak szemben, sőt, még fönt is látom, hogy még kétszer négy darab. Nem, csak ezt takarítom meg, amiről rá lehet látni, erre a gyönyörű arénára, meg a még szebb felüljáróra, hogy tényleg a látvány, az a lehető sokkal legjobb szebb. Legyen. Igaz, sokkal hogy szebb. Jó? Sokkal most? Szebb. Most már átlátunk az ablakon. Eddig, ez jó. Eddig mondjuk egy ilyen 50 Hz-es volt, most egy ilyen már közelíti a full HD-t. Na, egy nagyon érdekes témáról beszélgettünk, és nincs igazán megfejtése a dolognak. Ugye szó volt arról a csobánkai családi házról, aminek az emeleti erkéről szerda délután lezuhant egy ló. És hát próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi történt. János megoldása járhat legközelebb a megoldáshoz tényleg, hogy hazajött a féltékeny férj. Tehát egy valószínűleg órával előbb eljött, és gyanútalanul hazament. Hát ínyenc az asszony. Ínyenc az asszony, igen. Na ez az is a történet, hál' Isten az állat túlélte a 2 méterre zuhanást, és állatorvosok felügyelem mellett mellett meggyógyították. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mit keresett az emeleti erkélyen. A ló, nincs is rá zabot. Nagyon magyarázat. Zabot, igen. Nem nagyon tudjuk. Minden esetre, hát aki kicsit is vizuális típus, az látja maga előtt, hogy hát ahogy a ló ugye zuhant. Tehát képzeld, amikor szembe szomszéd vagy, és ezt végignézed, hogy kint van a ló, ugrik a ló, zuhan a ló. Nem tudod, egyszer nem tudod hova tenni. Ott kávézgat, szólsz haza, ja. Anya, gyere már ki, ezt nem fog elhinni. Anya, csak nem egy ló. Nézd már, hallod? Ez lefogásni a ló. Na, de előtte gyorsan, mielőtt az SMS-ekre rámenném, mert kértük benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti, amikor a saját házatok kapuján, lakásotok kapuján, lépcsőházatokba kiléptetek, mi volt a legszürreálisabb dolog, amivel szembesültetek? Ugye itt most nem a fura szomszédot keressük, meg a fura zajokat, amit talán a szomszéd generált, hanem itt láttatok a saját szemetekkel, és nem akartátok elhinni, hogy ez valójában tényleg ott az adott környezetben, társasházban, lépcsőházban, panelban történik meg. Hát azért, vannak jó szomszédok, azt kell, hogy mondjam, vannak jó szomszédok. Csak gyorsan előtte, mielőtt belemennénk az SMS-ekben, egy közérdekű dolog ugye, hogy miről is szól a mi holnapi játékunk, mert hogy ez nagyon fontos, és szükség van a ti kreativitásotokra. Ugye Feri holnap nem lesz itt a stúdióban, hanem kint lesz az 5. kerület Deák Ferenc utca 19-es szám alatt, és várunk minden olyan kreatív hallgatót, aki szeretne elutazni most hétvégén Birminghambe egy Adele koncertre. Úgy, hogy repülővel mentek, gyönyörű szállodába laktok, ott vagytok az Adele koncerten, vihettek magatokkal valakit, hát nem is egyedül kell menni, és utána jöttök szépen haza, nyilván értelemszerűen repülővel. Most látom a leírást, hogy közlekedési jegyet, bérletet is kaptok arra az egy napra, hogy közlekedjetek nyugodtan Birminghambe, szállodába, transferral, mindennel együtt. Tehát egész egyszerűen tényleg szenzációs az út. És hát maga a koncert, ami nyilván nagy élmény, ha valaki szereti az Adélt. A feladat pedig, hogy meg kell jeleníteni valamelyik európai országot. Város is lehet, mert az már ugye nyilván belőtted a dolgot. Az országot. Hogy így van, hogyha egy városnak van valamilyen jelképe, ami csak arra jellemző, az már ugye országot is jelölt, tehát az is jó. Egy elfejtorony jelmez. Így van. De... Tehát valamilyen kreálmányt magatokra szabva, a gyerekre, a kezetekben fogva, szellemesen meg kell jeleníteni egy várost, egy országot, hogy beazonosítható legyen, hogy Feri rátok néz, és tudja, hogy na igen. De lehet egy országban része is. Tehát, hogyha lehet egy országban a része is, persze. Egy mit tudom, egy halkonzerves dobozba, akkor arról tudjuk, hogy Szardínia. Így van. Mondjuk én norvég lazacra is gondolhatnék. Mi van, ha Norvégiára gondolsz? Szóval igen, az a lényeg, hogy szép legyen, kreatív legyen, felismerhető legyen. Jó, szabjatok, varjatok, mert hogy azért egy birminghami Adele koncertet nem ad csak úgy oda az ember. Ezért egy picit meg kell dolgozni. Már Feri héttől egyébként ott lesz az 5. kerület Deák Ferenc utca 19-es szám alatt, és magát az öltözetet majd, ezt a kreálmányt, ezt Ferinek kell bemutatni. Rakunk fotókat a Facebookra, lesz Skype kapcsolat, tehát mi is látjuk, és ha úgy ítéljük meg, hogy ügyesek vagytok, szépek vagytok, azonnal 2 darab Adele koncertjét adunk. Nem egy-egy van, sok van, úgyhogy sokan nyerhetnek majd ott a helyszínen Adele koncertjét. Adásos is lesz? Adásos is lesz, igen, de hát nyilván az első a helyszín, persze. Sok több jegy van a helyszínen. Ja. Igen. Tehát érdemes kitalálni valamit. Jó, és
olyanok jelentkezzenek, akik most hétvégén már tudnak is utazni. Igen. Ugyanis ez a napokban van ez az Adél koncert. Uh-huh. Tehát ez most hétvégéről beszélünk, és... Talán szombat és szombat. Így van, így tehát van. Szombaton mész, vasárnap jössz. Két napos kirándulás. Igen, április másodikán indultok Budapestről, és április harmadikán Birminghamből indul a repülő. Ez egy szombat vasárnap, ez egy birminghami hétvége, amiről beszélünk. Tök jó kis meglepetés lehet valaki az, hogy azt mondja, hogy na mit gondolsz, hova menjünk a hétvégén? Sárvárra! Anyádékhoz megint. Ne, te mész anyádékhoz, én megyek Birminghamba. A hülye anyádhoz megint végighallgatni a hülye dumáját. Nem kicsim, Birminghambe viszlek Adél koncertre. Lehet így is, hogy valaki tényleg... A hülye anyához csak jövő étele. Jézusom, milyen család. Én azt is bírom tényleg, hogy majd holnap hallgatok, elmondják, hogy igen, a húgom imádja Adélt, nem tudja, hogy én beneveztem erre semmi a versenyt, de én most idejövök, és egy nagy sajtjelmezben eljátszom, hogy ismeritek, nem tudom én tényleg Hollandiára vagy Franciaországra, és elviszem a húgomat egy Adél koncertre Birminghambe, vagy az anyámat, vagy az apámat. Tehát ehhez nektek be kell nevezni. Az adott embernek, aki megy, nem is kell ott lenni, be is nevezhettek bárkit. Megnyerheted valakinek, persze. Jó? Ó, menőváros. Én most ezt rákerestem. Birminghamra. Birmingham? Birmingham. Megnézted Birminghamet? Figyelj, olyan óriás kerekük van, mint nekünk, csak nyilván nagyobb, mint Budapestnek, van bálnájuk is, meg mindenféle jó, de nagyon szimpatikus helynek tűnik. Na, szép, persze, meg hát ez egy nagy dolog, úgyhogy hajrá, drága hallgatók, nyugodjatok le bennünket. Bizony. Bálnájuk is van. Olyan, mint a miénk, ilyen közösségi tér, csak másképp néz ki. Kicsit. Aha. Nézd meg. Te komoly. Ugye? Azt a mindenit. Kifizetek már minden alvállalkozó? Igen. Ha oda pisilek a stúdióhoz, mint brüsszeli jelképe, akkor van esélyem nyerni. Igen, pisilő kisfiú, abszolút. Tehát akkor hozzatok oda egy pisilő kisfiút. Yeah, tehát akkor mondjátok meg Ödönkének, Józsikának, Gabikának, 4 éves. A reggelit. Tartsd vissza, és egy jó középsugarassal ott a Deák Ferenc tér 19, igen. Amikor élő Sky kapcsolatban vagytok, a pisilő kisfiú. Már nekem pisztárom ott a WC. Mondja majd a biztonsági. Díjazzuk az ilyet, tehát ha valaki tényleg egyébként odahoz egy pisilő kisfiút, akkor biztos, hogy elmegy. Biztos, hogy elmegy adni a koncertre. Ilyeneken törjétek a fejeteket. Tényleg széles a merítés szerintem, tehát nem is kell nagyon-nagyon kreatívnak lenni, hogy valamit kitaláljatok, ami szellemes, vicces, könnyen megjeleníthető, és ráismerünk majd. Jó? Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, visszatérve a témánkhoz. Ugye az volt, hogy mi volt a legszürreálisabb dolog, amit akkor láttál, amikor kiléptél a lakásod házad ajtaján, és amivel szembesültél, hogy a szomszéd ezt vagy azt csinálja, hihetetlen SMS-ek vannak. Társaságban lakom a földszinten, a fölöttem lakó állat csirkét vágott a konyhában, majd az egész tollat meg a beleket lehúzta a vécén, ami nálam jött ki egy dugulás keretében. Emelkedett hangulatban üvöltettem neki, hogyha még egyszer lehúzza a budit, akkor megölöm. Panellakás konyhájában láttam, hogy a gáztűzhely fölött plafonba bele volt furva az akasztó. Kérdeztem miért, mire mondta a felettem lévő, mert esőben is tudunk bográcsozni. Hogy várjál, a tűzet hogy csinálod meg, azért az egy érdekes kérdés. Hát fölakasztod a bográcsot. A tűzhely fölött volt. Ja, a tűzhely, de hülye vagyok. Hát a tűzhely fölött. Jézus. És akkor oda kis láncoská. Kicsim, rázd meg a bográcsot, nem sokára kész a Mirka pörkölt. Sziszesd meg a sört, anyjuk. Új, de jó. Az zseni mondjuk, nagyon jó. Ki lett dolgozni. Azt mondja, hogy... Rákosfalvi Mekinél volt kb. Egy éve, hogy mentünk volna be, de a bejáratnál ott állt egy kifejlett tehén. Úgy meglepődtem, hogy szó se jutottam, anyám reakciója, itt tényleg friss a hús. Oké, csak most arra hagyatkozunk, ami a szomszédoknál történt. Jó? Panel harmadik emelet, Simpson generálról felvitte a szomszéd darabokban, télen összerakta. Tavaly a lépcsőházban találkoztunk, próbálta letolni a lépcsőn. Nem lepődtem meg, mert már fent berúgta. Igen. Hát fia, ha már összerakod egész télen melózod, csak kipróbálod. Persze, hát fenn van a műhely, ne érted, lenderüljön ki, hogy valami nem smakkol. Felettünk a szobából konditermet csináltak, egy ilyen háromkori házibuli után boxmeccset rendeztek, a lépcsőházat végigordították, hogy eltört valakinek az óra, hívjanak mentőt. Családi ház, kinézek az ablakon, a szembe szomszéd 16 év körül lánya fogta magát hazafelé az iskolából, és a saját körítésük tövében letolta a nadrágot, és elvégezte a kis dolgát. Majd bement a kapujukon. Nem bírtam még ki ez a 15 métert, azóta se tudom hova tenni. Hát, nézd, emberek vagyunk, nem? Ha menni kell, menni kell, Dani írta nekünk. A szomszéd a 10-en 4 vadászgörény tartott. Pár nappal ezelőtt együtt jöttünk le a lifttel, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre ott mutatta meg a haverjának, hogyan kell a görény bűzmirigyét kinyomni. Azóta nem nagyon tudtam ebédelni. Írta nekünk egy hallgató. Földszinti lakos vagyok, egy...
Ne. Földszinti lakos volt, aki ezt csinálta. Egy dobozzal kitámasztotta, és egy bottal az ajtót, amire kötelet rakott, és az ablakból, amikor bement a galamb, megrántotta a kötelet, az volt a napi menü náluk. Jézusom, így fogod galambot? Így egy fogod galambot. Hát, azt mondjuk nem rossz, igaz, ínyec volt az illető. Igen. A barátnőm szomszédjában, ugyanabban a faluban lakunk, van egy bolond néni, nyáron síléccel a lábán sétál az utcán. Vagyok azt megnézni. Az jó. Kicsit úra. Száraz ez, és biatlanosan. Továbbá bejelentette a falu mikrofonba, hogy a férjének temetése lesz. Atyaisten. Amikor a barátnőm meglátta, hogy még él a férje, megkérdezte a nénitől, hogy miért jelentette be a temetését, ha még él a néni, azt válaszolta, megbántott, ezért a szememben már halott. De ez egy jó étkézlemény. Igen. Jó. Pécset egy 10 emeletes panelban síelők elütöttek egy nénit, aki gipszelés után a pszichiátriára ment, mert nem hitt el, hogy a lépcsőházban síeltek. Azért az is kemény. A szembeszomszéd szerelgetni szokott. Ott a fordulok a kemények. Igen, ott nagyon kell. Ott nagyon kell, ott nagyon kell kárvingolnod, hogy be tud venni azt a nagyon rövid léc kell, igen. A szembeszomszéd szerelgetni szokott a garázsban, egy kis motorral, ha végez, ráülteti a nagyfiát egy táskával a hátán, és videóra veszi, hogy az utca végéig és vissza motorozik a srác. Amikor ez megvan, cserélnek, táska fölmegy apura, kamera a gyerek kezébe, és kezdődik. Mi a táska? Nem tudom. Mi lehet a táska, gyerekek? Mi a táska? Hogy ez miért kell? Há, ki tudja? A balansz. Zseniális. Zseniális. Debrecen társasház, a tag a harmadikról mosta a kocsit, ami a ház előtt állt közel a falhoz. Látszott, hogy van rutinja. Tényleg slaggal verette a gépet fentről. Konkrétan állóra lassítottam, nem akartam elhinni. Hát, ha magára ismer, zöld Vectra. Nagyon jó, nagyon jó. Hát itt felvitte a slaggot és föntről. Hát ez nem érte a csapra. Nem, ez konkrétan arról szól, hogy nem volt kerti csap. És úgy tudta csak megoldani a kocsimosást, de hogy nem. Biztos vagy 100%-ig biztos, hogy nem volt kertcsap, amire ráköthette volna. Agyalt. Hát akkor föntről. Szépen hozott egy kis izét, kis toldot, rátekerte. Na, tudom, hogy én is így oldottam meg. De nem állt a harmadikról, Jani. Nem, a bentről vezettem ki a slagot a lakásból, mert nem volt kertes. A harmadikról átlocsolt, tehát te kiállsz a második az erkélyre, és fölötted a szomszéd átlocsol. Hát, ha nem kertes házban lakik az ebben, szerintem ez egy teljesen logikus. Igen, mondjuk vödörrel lehordani a vizet a harmadikról, az ráadásul, macera. Ráadásul, vagy... Jó, azért ezt ne vegyük teljesen elfogadottnak, hogy valaki a harmadikról most akkor csinálja, de ne csináljunk ugyanis, mert ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, azért tényleg basszus. Szerintem igen, vagy pedig lent nem volt nyomás, és ezért úgy oldottam meg, hogy föntről locsolt inkább, mert hogyha egy föntről lefelé jövő vízsugárnak már azért van erősebb. Egy. Miért érzem azt, hogy neked ez kicsit tetszik, és a harmadik alaknál kicsit így most ez nekem, kicsit így most ez rock and roll. De szeretnék az első lakni. Proli rock and roll. Meg, locsolja meg kicsit, arra basszus, mert a feleségem itt napozunk az első. De jó, jó, de jó. Ha végezt az enyémet is mered már, vagy kiállunk addig, jó? Harmadik emelet szemétároló disznóvágás utáni feldolgozás Budapesten a 80-as évek végén, anyósomék Miskolcon a 70-es években disznóvágás kompletten a játszótéren. A disznó a mászóka alá beszorítva, feldolgozás a pingpongasztalon. Nagyon jó. Hát gyakorlatilag, ha most belegondolsz, teljes szett megvan. Pingpongasztal, a jó betonpinyóasztal. Nagy, a igen, nem, teljesen klassz. Anno második emeleten laktunk, felettünk lakónál valószínűleg mosógép csere lehetett, szomszédok úgy gondolták a felettünk lakók, hogy könnyebb, ha a régit az ablakon kidobva, a régitől az ablakon kidobva szabadulnak meg. Előttetek van az, hogy kinézek az ablakon, és egyszer csak hang nélkül elsuhan mellettem egy mosógép. Azért az is nagyon kemény. Ismerek a falun olyan kislányt, kifut az apjához, hogy bent van a lepke a szobában. A saját fülemmel hallottam, erre az apa, hát nyisd ki az ablakot, mire a kislány, nem az a lepke, hanem a ló. Szeretem. Lehet kell a ló. Atya Isten. Nálunk a panelházak előtt a tengópályán sűrűn bográcsoznak. Összejönnek körülbelül 20-an, és érzem a szobámban az illatot. Ott a kis tengópályán megcsinálod. Nagyon jó. Hát nem már kert, nincs. Igen. Arra lettem figyelmes, hogy a lomtanítás alkalmával, ahogy kiléptem a lakásból, valaki iszonyatosan bőget egy autónak a motorját, kimentem a ház elé, amikor láttam, hogy néhányan egy 4 köbméteres telipakolt konténert egy trabanttal akartak elvontatni. Az nem gurul, gyerekem. Az nem gurul. Atya úristen. Régi munkái szállásaimről kilépve valami nem stimmel, azt vettem észre, hogy szembe szomszéd éppen porszívózta az utcát.
Azért sok a bolond, nem? Nagyon. De azért, aki porciózza az utcát, azért ott van baj. Hogy azért ott van baj. Hát feltalálja magát. Igen. Veszprém lakópark, 20 milliós lakások, csíp-csirip, nem tudtam honnan jön, mire rájöttünk, hogy a szomszéd napos csipéget és kacsákat nevelget a teraszon. Feri, ez kicsit neked tetszik. Hát én már nagyon gondolkodtam a negyediken, de azért érted? Nem teszed meg. Atya Isten. 13. kerület, Feri, ezek ti vagytok. Második emelet, panellakás. Egyik délután iszonyú fűszag és pernye szállt a harmadikig. Kiderült, hogy alattunk szalonnát akartak sütni, egy kis vidéki hangulatot csempésznek a fővárosba. Az összes lakó kiborult, ők meg eloltották a 2 méteres lángokat. Sütöttek egy kicsit, na, nincs ezzel semmi baj. A szomszéd, amikor kiléptem, láttam, hogy stílfűrésszel vágja maga alatt a fát, gajjazott, 5 méter zuhan. A jó ember szamar ezt is a saját szememmel láttam, beleesett az emésztőgödörbe, kötelet tettek a nyakára, és egy rotációs kapával próbálták kihúzni a szamarat az emésztőgödörből. Persze a kapa elásta magát, ezért tűzoltókat kellett hívni. 22 lakásos társasházban az automata mosógép a folyosóra volt bekötve, és ott mostak vele. Itt mit, a folyosó lopod a vizet, akkor azért? De ott nincs csap azért. Hát, vagy a tűzcsap, vagy volt. Vagy a tűzcsapról. Igen, és az utolsó, apám vadász volt, higgyetek el, nekem se könnyű, a harmadikon panellakásban a kádban nyúzta a rókát, amit lőtt. Papa fürödnék. Ezt legalább a szomszéd nem hallja. Hát ez a papa fürödnék, várjál kicsi, mert még itt van az a... Ők nagyon nagy arcok. Egy régi kollégám egy könyvtárban anyagmozgató volt, egyszer hazavitt a tisztítószeres szekrénynek a kulcsot, és mentek értem, és csöngetek vadul, aztán jött Lacika, jött kifelé nyakig véresen, és ő nagybátyával élt együtt, azt hitték, hogy valami szóváltás volt, de nem, kiderült, hogy csak a hátsó kertben kecskét vágnak. Újpesten normális kertvárosi övezet kecskét vágnak. És jó volt legalább? Hát igen, de nem szokványos még ott sem. Azzal a környéket sem, hogy valaki kecskét vág a hátsókert. Hát azért az ritka, igen. Na jól van. Játsszunk egyet, jó? Egy hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Haló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Kriszti vagyok. Hello, Kriszti! Honnan hívtál minket? Budapest 13. kerület. Budapest 13. kerület. Milyenek a kérdések, Jánsoa? Nézem, szerintem egy teljesen vihető kérdés sor. Jó, könnyed? Na, kicsit törte ki? Az a szerint. Igen, na jól van. Így szól az első kérdés. Melyik zenekar egyik dalában hangzik el, hogy van valami a levegőben, valami, ami éjjel összerak? Halott pénz. Ahogy van. Halott pénz, igen. Menjünk tovább? Persze, játék van. Itt szól a második kérdés. Mi a foglalkozása a Kiskobolt szállás adójának a Pumukli kalandjai című TV-film sorozatban? Hát fafaragó, meg nem az. Hát azt hogy mondják más? Igen, nem, majdnem. Mit csinál? Nem székes. Asztalos. Az van. Bocs. Jó volt. Mi legyen a harmadik kérdés? Jöhet. Játszunk, persze. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik európai ország egyik városa Schengen? Schengen az... Annyit halljuk. Hűha. Mondjál valamit, mert lejár az idő. Luxemburg. Na, jól van. Bali kicsit elbambult. Igen. Semmi, ha most nem szól, azt meg egy 10 percig csöndben vagyok, már annyira belebambultam ebbe a kérdés, hogy itt ültök, élek, várok. Az éjszakai díját adó nagy szerencse neked most. Ez most nagyon nagy mázli, mert itt belebambultam valami egészen. Valás felnézett volna. Csabi! Emegzem? Majdnem felordítottam. Itt vagyok, mi srácok? Atya Isten, picit elaludtam. Ez most nagy mázli volt. Nagy mázli volt. Köszönöm. Kriszti, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm szépen. Ki segített? Hát internet. Internet, jó. Nem voltam benne biztos, valahogy Franciaország jött be egyből, de abban nem voltam biztos. Belassultam. Köszi játékot, ciao. Én is nagyon köszönöm, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9:30 pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show.
a Klassz FM-en. Fél tíz múlt, pontosan 6 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Trafik van Békés Csabán, a Szarvasi úton, a Kazinci utca után. Úgyhogy, hát vigyázzon mindenki. Ott a sarkát is rendesen, Jani. Légy szíves, jó? Kösz. Gyerekek, János megőrült, tényleg megőrült. Nem, én nem tudok mit mondani, egy piros vödörrel a kezében, egy képernyő tisztítóval, negyed órája ablakot. Most az ablak egyébként olyan, hogy enni lehet róla, hát egyébként tényleg gyönyörű, de nem, szóval, hogy sose dolgozzon az ember kényszeres kollégákkal, mert annak az a vége, hogy látod hátulról pucsítva, ahogy egy ablaküveget súrol kb. Fél órája. Tehát, hogy ez... Az a jó egyébként az egész, hogy reggel ugye tökéletes a mai adás, mert reggel úgy kezdtük, hogy Feri előjött ezzel, ahogy hívják, a apukás vízével a csipás még a szemed, mondta ugye Balázsnak. Igen, és most meg is csiganyom, ami rajta volt a fejemen. És így tett ugyanez az érzésem volt, mint amikor annak idején, itt, ha 35 évvel ezelőtt, és apám jött, és akkor ott még fontos a sarokban, és most megint Feri tolja a sarokban is. Biztos, hogy betegek vagytok. De most gyönyörű lesz. Nem szép. Válasz ilyet. Igaz, hogy szép lesz. De nálunk nem válasz ilyet. Kifizetem. November után lehet. Már, akkor már nem tudok érte fizetni, az a baj. Ezt nem értem, hogy miről beszéltek. Komolyan mondom, abszolút nem értem. Mutatjuk már is, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. 7 óra után komolyabb témánk volt, de kell ilyenekkel is foglalkozni. Úgyhogy egyre több cikk jelenik meg, hogy tényleg is túlzással belehaltunk, a kórházba kerülünk felkiáltással, és ugye a rossz körülmények és a forráshiány oda vezet. Nagyon sok cikk jelent meg erről napokban, hogy tényleg többen halnak most már meg kórházi fertőzésekben, mint autóbalesetekben. És hát döbbenetes adatokról beszélgettünk, valamint fölhívtunk egy belgyógyászt, aki elmondta, hogy hát igen, szomorú állapotok vannak a kórházakban. Máshol is ismerős azért a kórházi fertőzés, más országokban is, de hát amilyen állapotokkal itt találkozunk, az egész egyszerűen szörnyű. A normális kézmosáshoz sincsenek meg a feltételek, 4-6 ágy a szobákban, ugye nincs csap, a vizit alkalmával az orvos több beteggel érintkezik, nem tud kezet, most nincs fertőtlenítő, pelenka, nincsenek takarító cégek. Ugye erről beszélgettünk, és arról, hogy ártatlan emberek halnak meg, és nyilván olyan emberekről van itt szó, akik ráadásul ugye egy teljesen banális dologgal kerülnek sokszor kórházba, lásd mondjuk egy vakbélgyulladás, vagy egy kéztörés, és hát nagyon-nagyon-nagyon sok levél érkezett a TASZ felhívására, ugye nem hozzánk, amikor is hát emberek mesélték el, hogy családtagjuk hogy jutott kórházba egy ártatlannak tűnő dologgal, és nem tudott kijönni kórházi fertőzés miatt, és belehalt a kórházi fertőzésbe. Erről beszélgettünk, hát erről kell, minél többen, minél többször beszélnek erről szerintünk, annál előbb remélhető valami változás. Úgyhogy erről volt szó, valamint Tóth Gábor itt volt, ami biogabing, és a hangulatjavító élelmiszerekről beszélgettünk. Hát, meggyőző volt, nagyon téma lehengerli volt a Gábor. Zseniális volt. Biogabit nagyon szerettük, úgyhogy vele is beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ajajaj, hol van, mit se porszívózik? Igen. Nem, szerintem a többi ablakra is rá fog menni, 200 ablak van az épületen kívül, úgyhogy decemberig megvan a nem meló. Lehet, hogy egy fel nem fedezett szklerózis multiplexit, nem, és komolyan kezd leépülni, és kezd meghűlni. És így elbolyong, nem talál vissza, nézd, meglát egy ablakot, takarítja, de nem lehet. Hogy ki az? Hogy egy ilyen lassú időskori demencia leépülés. Kimentem, láttam hóvirágot. Jani bácsi, jöjjön. Nem szoktál még így átcsorgat rában múlni egy 50-es villamos előtt, vagy így elindulsz valahova, de nem tudod, hova indultál, és elfelejted. Nincs ilyen, mert olyan egyre furább tüneteket produkálsz. Ez a hirtelen akut ablaktisztításod ma reggel, ez most már azért az én inger küszöbömet is meghaladja, pedig azért dolgozunk együtt jó pár éve, és most már engem sok minden meglepi nem lehet. Ezek a beidegződések. De megőrülök. Tavasz, akkor ablaktisztítás. Aki kertesházban laki, az tudja, hogy a tavasz, akkor ablaktisztítás. Atya Isten, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Ciao. Miért most? Az elmúlt 6 évben miért nem? Volt rá precedens korábban is, igen. Persze. Most úgy valahogy azt mondta, hogy ez most koszos. Itt a jó idő, besüt a nap, és annyira négy luxal több fény jön be. Reggel beszéltük erről 20-25 fokról, ami várható ugye a héten, így általánosságban, és kisütött a nap, és annyira örültem neki, és akkor széthúztam a függönyt, kinéztem rajta, és hát
Szóval érted. Visszaesett egy picit tényleg az említett, hogy a HD Ready fokozat így visszacsúszott egy picit 50 Hz-be. Okay, és gyönyörű. Most szerintem jobb. Te tényleg szép. Jobb. Csak ez a kis vödörrel, ahogy itt rohangálsz, ez a kis ablaktisztítóval. Hát, ez az ablak, amire annak idején valaki tette egy sötétítőt, hogy ne füssön be annyira a nap. Igen, ugye? Így van. Ezt pont akartam is mondani, hogy Jani gyönyörűen megtakarította, jött a Laci, és összehúzta a sötételőt. Tehát aki egy monitorral ül háttal ennek az ablaknak, annak valószínűleg tényleg be kell húzni a függönyt. Mindegy is milyen az ablak. De most szebb. De itt most megálltam. Lehet, hogy a fennmaradó 328 darab ablakot már nem fogom megtakarítani. Kis pókhálózás? Havonta egyszer otthon. Figyelj, monitorok? Bármikor, ha arra lejársz, ahol én lakom, tudod, hol lakom, azért beugrasz egy kis villadás vödörkével, meg egy ilyen kis rongyal, mindig van ott mit átsúrolni azért, tehát, hogy ne kerülj el. Gyere. Hát a vízkövesek a csapok azért. Van üvegfelület bőven elő. Van. Előfogom a Louvre-ban azt a három. Azt a piramist megtakarítani, mint naha. Azért mondom, hogy hozol egy kis létrát, de elmolyolgatsz te ott azért estig nálunk, úgyhogy nyugodtan. Mindig örülök. Mindig örülök a szorgos kis kezecskéknek, azok jól jönnek nálunk. Csabikám, minden oké, jól vagy? Tényleg jön ez a meleg? Meleg van, két érezhető? Annyira jó idő van, hogy én fázós vagyok. Felvettem a kardigánomat, sálamat, jacket, stb. És amikor beérkeztem, és azt láttam, hogy például a Szandi kolléganőnk trikóban van, akkor rájöttem, talán kicsit túlöltöztem. Tehát túl gondoltam. De most tényleg március végén, gyakorlatilag április elsője előttünk egy nap, hogy a sálban indulsz el otthon. Picit azért lehet, hogy ebben tényleg volt azért réteges, hogy a sapka sálkezt, hogy március végén azért elhagyhatsz egy-két dolgot nyugodtan. Tehát igen? Persze, lazulj egy picit azért. A lakkabátot már beraktam a szekrénybe, tehát az már nem lesz. A síkesztyűt azért ma még felvetted a biztonságot. Még két szokni van még rajta. Jó, hát Jani mondta, hogyha tényleg bejön a meleg, akkor holnap már nem jöjjél a alsóban. És azt hiszitek, hűlünk, de nem, holnap tényleg leteszi a jéger alsóban. Ja, hajnalban ott Lőrincen még nagyon hideg van. Hát igen, hihetetlen. Igen. Persze, hogy a lába nem fázik a hótaposóban. Hívjuk a nap hallgatóját. Már is reméljük hallgat bennünket, mondja, hogy morning show, és akkor adunk neki egy szép kis ajándékcsomagot. Úgy látszik hallgatott, de már nem, vagy dolgozik. Morning show. De, hello! Hát az utolsó utáni pillanatban készültelek lehúzni éppen. Ciao. Hogy hívnak, nem írtad alá? Tücsi vagyok. Tücsi, hello Tücsi. Ez igaz ez a történet, amit írtál nekünk a fura szomszédokkal kapcsolatban? Komolyan? Aha. Ezt hallottad a saját füleddel, hogy fut a kislány, és azt mondja, hogy a lepke bent van a szobában? Igen, aha, ők ilyenek, alapban ilyenek. Szenzációs. Ugye írta nekünk, hogy a lepke bent van a szobában, amire hallottad a saját füleddel, hogy mondta az apa, hogy hát nyisd ki az ablakot, mondta a kislánynak, és mondta, hogy nem az a lepke, hanem a ló. Bent, volt, bent volt a lakásban. Itt hívták a lovat. Itt hívták a lovat, igen. Tücsikém, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Hát most jelenleg oroszlányban vagyok. Oroszlányban vagy. Jól van. Oroszlány. Ja, szlávményecskék. Szlávményecskék. Csak mit szól ez az oroszlány apukája, ugye? Ez a jó kérdés. A papa tudja, hogy ott vagy oroszlányban. Ja. Köszi, ciao. Küldjük itt az ajándékcsomagot. Szia, hello. Ciao, ciao. Na, Csabikám. Amikor ilyen poénokat mondok otthon, mert néha véletlenül kicsúszik nekem is, mert sokat hallgatlak titeket. Akkor megkérdezik, hogy kitől hallottál. Igen, jaj, akkor drága feleségem azt szoktam mondani, hogy te Sas Jóska. Ha nem, azt fogja mondani, hogy ez nem te vagy, ez vicces volt. Kérlek szépen, holnapra nagyon készültök, hallottam. És egy kicsit szeretnék alátok dolgozni, vagy segíteni a hallgatóknak, hogy milyen európai lehetőségek vannak még. És kicsit körbenéztem, hogy milyen zenéket játszunk mi. És képzeljétek el, hogy van nekünk egy olyan előadónk, aki reykjaviki izlandi. Hát miért ne lehetne bármit Izlandról megjelentetni? Vagy beöltözni ennek de a zenekarnak. De mi lesz, hőforrás? Nem, mi? Hanem hozok egy izlandi zenekart. Ja, értem. Az Of Monsters and Men című. Egy korábbi sikerüket egyébként ez lett a legnagyobb slágerük, eddig két lemezük jelent meg, és ezzel világhírnévre tettek szert. Little Talks. És ha holnap valaki meleg vízzel a szájában érkezik hozzám a belvárosba, és így felspricceli, akkor ő lesz az izlandi gejzi. Nem, Feri, őt kivezettetjük. Megkérjük, hogy ne csináljon ilyet, mert ez egy szakáruha, ez egy szakból, és legyen szíves, viselkedjön. És vagy itt köpködjön. Vagy fröcskölje oda, ahova a kicsi gyermekek pisíltek. Ilyen alapon lehetsz a Trevikút is oda.
érted csak. Hát szóval azért. Igen. Na, ha már Feri említette, mondjuk még egyszer, mert tényleg nagy dolog. Birminghami Adél koncertre mehettek a hétvégén, drága hallgatók. Ne felejtsétek el, holnap Feri már egyébként 6-tól ott van, de nem baj, a 7-től érkeztek. Feri ott van, mint egy jó házigazda, már 6-tól egyébként nyitja az üzletet. Deák Ferenc utca 19-es szám alá gyertek, ez az 5. kerület. És azok jönnek, akik most hétvégén már el is tudnak utazni, vagy valaki olyannak nyernének Birminghami Adél koncertet, jegyet, akik ugye el tudnak most hétvégén utazni. Szombaton indultok, szállodában laktok, este koncertre mentek, vasárnap jöttök vissza. Ez egy szenzációs program. Megpróbálunk majd hétfőn adásba tenni egy hallgatót, hogy mondja el. És ugye ami a feladat, hogy valamilyen ország, hát hogy is mondjam, egy-egy jellegzetes épületét, építményét, szokását, népszokását, bármit varázsoljatok úgy magatokra, vagy hozzátok el, vagy jelenítsétek meg, hogy beazonosítható módon tudjuk, hogy erről vagy arról az országról van szó. Lehet vicces, humoros, komoly, félkomoly, bármi érdekel bennünket. A lényeg, hogy valahogy jelenjen meg az adott ország. Igen. Nem? Csak valamennyire lehet egyértelmű legyen, tehát hogyha Feri még 10:30-kor is ott vakarja a fejét, és már 20. rágeres lassanak az országok. Igen, és áll egy kis félőt, hogy te mi az Isten lehet. Igen. Jó, tehát európai ország kell, hogy legyen, és legyetek kreatívak, jelenítsetek meg nekünk valahogy. Sok francia sajtot kívánok neked. Köszönöm. Hát a nagy közhelyeken túl is lehet gondolkozni, mint a franciák, az olaszok, nem tudom, a görögök, meg a spanyolok, mehetünk azért másfele is. Nem? Van egy csomó minden szerintem. Ezer jó megoldás jöhet. Úgyhogy Feri ott lesz, mi pedig majd kapcsoljuk Ferit adásba. Jó? Az addig a koncertekért tessék játszani velünk, ha mennétek Birminghambe. Csabi jön a kívánság műsorral. 555-55-00, ez a telefonszám, mi jövünk holnap, akkor ketten, nem? Ketten. És akkor Feri már az üzletből. Már a helyszínről. Jól van. De lesz internetes kapcsolat. Hozok ajándékot. Látni fogjuk Feri. Hozok ajándékot, megnyugodhatsz, mert láttam a tekintetet. Egy-két szórólapot, a sör alá tétett hűtőmágnes biztos lesz, úgyhogy valami lesz. Most már megint náluk vagyok, úgyhogy... Nem tudom, hogy most összeszorultál gyomruk, vagy nem, de szerintem inkább. Örülnek. Csabi jön a kívánság műsor, ami pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.